Elmedre működik? Most működik. Na, tudom, nem működik. Még a rúcsa megnézem, hogy mikor megyek dolgozóba. Pontosan. Nagyon reggel van meg. Már dolgozni kell menni. Hogy érezzem magam, tudod, benni veszek itt a letek. Nagyon reggel van még. Kávét akarok. Kávé. Köszönöm. Jön a kávé. Szép jó reggel mindenkinek, / délelőttől, / 1 órát. Hallé mindenki. Hello. Sikerkapszó és pálya napot tartunk. Jaj! Jó. Már alig várjuk, hogy készen legyen is helyünk. Ó, én... Csináljunk egy ilyen időutazás, gyerekek. Hát, de jó lenne. És már kész is kaja. Jó lenne, mi? Azért a tomkapszó szerintem gyorsan készen lesz. Szép jó reggel, / délután, / estét, kinek mi van éppen? Jaja, kiállult a lámpa. Mi? Milyen lámpa? Ez azt hiszem, hogy nem vagyok vele biztosan, hogy hofis hófehérkes a héttől. Ja? Nem szeretnék enni, Mika, nem szeretnék enni. Please don't feed me. Hát, adunk a tisztáknak. Ja. Most ezt jelenjét meg a vasorát, úgy jeleztem, hogy ezt fogjuk melegíteni. Igen. Meglepetés! Ebédelsz? Mit ebédelsz? Ó, mi ott kajász? Én nagyon ilyes vagyok. Csináljunk pirítós rólban. Hajnál, hogy csináljunk. A kenyér pirítóban. Mit szólsz hozzá? Rendben, Leszti. Van még itt a jó kis olivás kenyér. Most ilyen előkészületek vannak gyerekek, mielőtt még beleáll, nekiesünk a nagy főzésnek. Ez egy kis Feed the macska. Marha lábszál pörkölt. Éppen beszélgetünk ezt ide. Nem csülköt van tudod? Csülköt. Nekem a lehetes ezt tőle. Ilyen csülköt szereznünk, vagy marha lábszál, vagy valami ilyesmi. Ennyi! 28 alap, Junkavár, köszönjük szépen! Baszkinyú! Szevasz! Nagyon-nagyon szépen köszönjük a 21 hónapot. Egy igazi félistán vagy. Ezért... Ne foglalkozom. Én ne foglalkozom, hozom a cukrot. Mindjárt megiszem. Ne hozz a cukrot, itt a cukor. Ezt majd nem hozz a cukrot. Jaj, ne. Rendben inkább cukrot, baszki. Baszki, ezt ez az angol reg... Ugye? Gyilkos, azt tettük tegnap, annyira jó volt. Azt az ős, hogy igazából angol reggel... Utállak! Én is szeretlek. Az angol reggeliből csináltam egy ilyen magyar vacsorát, már maradékot meg elrögtön, aztán jöttem be lóba, azt megettem vacsira. Jó volt. Nettó, én is azt tettem már után tegnap. Legjobb dolog itt Angolországban, az egészi. De hogy itt, kell, nem kell ilyesmi. Itt Angliában az angol reggeli. Szia Salag, hello, szia Leila. Amika! 10 hónap, akkor a 10 hónap neked is nagyon szépen köszönjük! Más hónapos a kicsi kemény. Még egy cuki. Majdni. Kettő cuki. Ó, Roliba! Ágyágy! A második ágyágy! Még nézni is fájdalmas volt? Nah, ragudj, jó. A második ágyágy, nem akartam. Szóval akkor ezért érted van, nyugodj, köszi szépen. Szia, pacsiga, mi újság, hogy mint csigabaga. Ó, Imi! Nincs elég cukru, hagyjálok abba! Szevasz, magyar! Mert még mindig nem rendeltél cukrot, mi? Most rendeljél cukrot, ha el fogok adni megint. De van elég cukrunk egyébként, hazudik. Na, nagyon szépen köszönjük, hogy mi már regedek szógiftet. Hello. Szia mindenki! Puszi srácok, szevasztok, hello. Sziasztok, muszáj rendelni még cukrot. Oké, az első az volt a cukros. Az első az kell szépen... Valami zöld.
valami zöld. Nem tudom, hogy ez valami jóféle ázs. Nem tudom, hogy fű vagy alma. Húztam még négyet. Na, szépen köszönjük. Igen, mert már Roli két hete rendelt cukrot, csak mindig elfelejtjük. Aztán... Szia, Benom, hello! Na, jöhet a következő. Ez érted lesz, Mika. Köszönjük szépen. Szóval amúgy imi, masé, valami jót, mi történt? A Humana beváltott a játékot, hogy lesz két óra Don't Starve. Még nem mondtam. Hányás? Bana? Persze, hogy hazudik, hisz mozog a szája. Rúj, cica. Máú! Anya, éppen streamel, kis cicám. Most nem bírok kimenni veled játszani. Elnézést kérek, bolond a macska, ugye nagyon keveset vagyunk mostanában itthon, aztán meg vannak őrülve. Oh my god, newcomer, nagyon szépen köszönjük, hogy hozzájöltél a spoiler alert gyűjtéshez, és te is, csiga, nagyon szépen köszönjük, srácok. Maradj hidratált. Nem hoztam le a vizemet. Hozom a vizet. Ez tulajdonképpen rossz volt. Élvezd, Roli, jelen. Elfelejtem polotválkozni, basszalok le, nem volt rá időm. Ugyan már. Nem volt, hogy beragadt egy darabok fogamba. Beleállt egy... Jelen a cukorka rendelés. Lelettél baszol, hogy nem volt, hát aztán meg. Ivi volt, mi? Ne, Lejla volt most. Most Lejla? Még Rémi nem bánt, aztán erre Lejla, tessék. Ennyi. Elutták a zongoráját. Igazából csak ennyi. Kapd be te is. Köszönöm szépen neked is, Lejla, hogy hozzányerültál a spoiler gyűjtéshez. Oké, szóval innek van 1, 2, 3, 4 cukor. Na. Tessék ezt a jönnek az imi cukrok. Jöttem már veti. Ez szerintem szappanos lesz. Mennek borosztálkozni. Ez még oké, igazából ez a mennyiségű. Ez még el vagyok én is. Ez fű. Közben majd maradjunk itt a váltak. Én már ittam. Majd ittam. Ez szappanos, bázeg. Ez igazából zöld fű, úgyhogy nem rossz. Roli, bravo, persze. Persze. Majd mindig a medálhányás, úgyhogy köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük, srácok, a szobokat. Istenek vagytok. A medálhányás itt cukorka Roli kedvence, tehát így. Nem bántál, csak tény! Nem, már régen volt, amikor egyszer Imi beszólt róla, hogy nem borotválkozott meg, azóta mindig igyekszik meg borotválkozni live előtt, hogy Imi beszóljon neki meg itt. Igen, mert leborotváltam nagyon-nagyon picire. Legutóbb, aztán most ilyen kis baba arca volt két napig. De nem volt baba arca, volt egy izike-bizike szakállam, csak néha leszoktam izelni, borotválni úgy. Ez egy zöld? Meg kell, hát egy ilyen földi giliszta ízű. Ó, az takony. Majd benézzük a játék ajánlóba. Még nem néztem meg a gémeket. Általában ignorálni szoktuk szét a végig a játék ajánlásaidat. Ez nem igaz, nem meg szoktam nézni. Nem, csak viccetem. Nem meg szoktam nézni. Azt akkor nyitni, ez nem jó. Eléggé kapkodósra sikerült a reggelünk. És igaz eső. Elnézést, mert Ruri... egy kicsit túl későn ért haza tegnap, mert ugye dolgozott. Aztán még hajnal kettőkor még föl is ébresztett. Nem mindegy, a lényeg az, hogy... Miről van ez? Szexi volt. Nem volt szexi. Igen, engem ébresztett föl, mint a macskát. Mi ez már? És ugye én nem vagyok túl jó, a lényeg az, hogy 3-4-11-kor, 10-11-kor jöttem, hogy bazd meg, gyerekek, menni kell állva, mert csomó dolgunk van 10-11-kor.
hogy egy kicsi kapkodósra sikerült most a reggelünk, még sem lehetünk se semmi. Köszönöm szépen. Sihuhu, nagyon szépen köszönjük a sihuhu srácok, köszi. Pancsor is feje van, hogy jaj. Igen, még félig alszunk szerintem. De csak azért, na mondj már, most nagyjából kitaláltuk már két nap ezelőtt, vagy tegnap, mert két nap kb. Tegnap. Tegnap, reggel délelőtt. Általában azt szokott a legtovább tartani reggel, amikor fölkelünk, meg kávézünk, és a kávézás közben meg kitaláljuk, mi legyen a kaja. Aha. Vannak ugye mindig ötleteink, csak ugye összehozni ezt egyetlen egy ötletbe. A mi vonatunk azt mondja, hogy csú-csú! A kis nyugában nagyon szépen köszönjük, hogy bajottél meg a subot, meg mindent, aztán jó alfkálás neked, ez most nagyon vihegzett, úristen gyerekek. Már nagyon sok ilyeséget fogok beszélni, előre szólok. Árahogy is. Szóval, sok-sok finomságot fogunk főzni, igazából tennap voltunk vásárolni az angol reggelihez, és ugye úgy a legegyszerűbb ötletelni, hogyha boltban vagy. Zsolnak rengeteg ötlete volt, úgyhogy végül is lesz tonkatsu csirke, ami igazából a japán rántott csirke. Hozzá szósz, természetesen, mert a japánok imádják a szósz, meg csinálunk paellát, a csirkés csurizós, ami ugye egyfajta kolbász paellát, úgyhogy föltankolunk kajából van megint. Bizony. Tolja a rédet mindenki közben ennyi, de én most nem bírom! És most keltem fel, aludtam már. Mit csinált egész? Nem akarok tudni. Még csak másfél alatt aludtál, tessék pihenni, mi bá? A tengeri halacska. Jaja, lesz tengeri halacska. Csak az el kell menni majd a halashoz. A tengeri halmódba. Venni friss nagy halackát. Úgyhogy igen. De a vonat után az a határozottan emlékeztet Sheldon Cooperre. Jövő héten lesz nagy halacska, Leila. Én is már rá kívántam, úgyhogy muszáj. És most pluszpolás lesz, utána lesz tengeri halacsúgyában. Szevasz Hitman, a tonkatsu csirke és csurizós csirke és paella. Jó, tudom, itt van. Valami ragadós van a kurva szívem. Valami ragadós van, most mosogattál. Hozzá ragadt a kezem, úgy ő. Nem jó. Te mosogattál, kicsi szívem. Nem, ez nem kíváncsi műsor volt, egyrészt tengeri malac soha nem lesz, másrészt halat én is akarok enni, mert nagyon-nagyon szeretem a halat. Bár amikor betervezed a főzés, ott 10 évre előre. És nem mellesleg, mert nagyon jó ötletei szoktak lenni, úgyhogy... Igen. Ez így van. Jaj! Na. De még van egy kék cukrom. Azonban ezt engedéztük, szóval ez az első élelmiszer, ami eljött a gyomrunkban reggel. Már egy kávé volt, úgyhogy kávéval föl... Ingított cukor. Ingított cukor. Sül a kenyér, nice. Nagyon durva. Szeretnél ezt kenyeret csinálni, pítoszt? Szeretnék persze. Az áfonyás, az nagyon jó. Zoller 94, szia, hogy vitálunk, nagyon szépen köszönjük a csatlakozást. Reméljük, jól fogod magad érezni köztünk. Mi biztosan jól fogunk érezni téged. Nem, a piacon is van egy halas, de a sima... Ez mi? Ja, ez a macsapor, mi lesz neki? Majd... Azért mondom, a termeszek vannak a fában, mondom. Nem, az macsa, kicsit kapkodva csináltam. Csampa, hogy tűz. Van egy ilyen nagy babocsú. Kicsit kapkolva csináltam meg a teát, aztán a pici kiszúrodott, majd kiporszívózott. Mi szoktuk csinálni ezt, mindig ez a hosszú távú magasztati alvás. Mi a, nekünk az a kedves sportunk. Hát ugye itt Angliában az a jó, hogy mindenki eszi a tengeri halat, úgyhogy egész értelmes áron be lehet szerezni, úgyhogy majd szerzek valami nagyon nagyot egészbe, ami azért még befér a sütőbe, vagy valami ilyesmi. Amúgy. Funny story. Imádom a sportot. Az angolok közül kb. 70% aki ilyet én ismerek, nem eszik halat, mert fú. Aha, egyébként. Hát a bázak szigeten élsz! Itt tényleg bazeg a szigeten, pici-pici be tudnak szerezni bármilyen tengeri halat, és vagy utálják a halat, mert fúj, vagy pedig csak a tőkehalat eszik meg semmi mást.
idióták. Ó, imádom a sprotnit, imádom a ruszlit, mindegyiket szeretem. Éverszél, nem figyelsz rá oda. Az a legjobb, friss sushi, hülye vagy? De errefelé is van valami fa, fabogár. Nem lehet, hogy nem termesz, nem tudom mennyi. Nem értek hozzá. Ezért nincs itt a akvárium, csak mondom. Te jó ég. Tengeri hal, mert tengeri manac nem. Nem, tengeri manacot nem eszünk. Ugye, az biztos, hogy nem eszünk. Én kicsit arrébb ők, elnök ezen cukrot, persze. Miért még elfelejtem, már el fogom felejteni a cukrot, gyerekek, aztán baj lesz. Jó, ezt eddig megcsinálja a macsáját, készül a pirítós. Csinálok egy kis teját. Én megiszom a kávéját. Dehogy is, aztán te megiszom. Tehát, hogy iszod. De megiszom. Már hidegen fogom én meginni a végén. No? No? Megisztom már csak azért is, hogy ne nekem legyen igazam. De csak azért csinálja. Már csak pont azért csinálta, hogy ne nekem legyen igazam. Ennyi volt. Ennyi volt a régyen legyen. Súnyi. Egy kicsit nehezen ment le, maradjunk annyiban. Meg kell ennyire szenvednie? Csak azért is! Csak azért, hogy ne nekem legyen igazam. Ez ennyi. Ennyi yep. Szól. Yep. A rengeteg sok mindenre képes ezt azért, hogy nekem ne legyen igazam. Ez így van! Nem ezért tudjátok milyen. Hosszú párkapcsolat titka, a másiknak soha ne legyen igaza. De én is ugyanilyen vagyok amúgy. Tudod, drága tengeri halkivő a tenger melletti országban. Így van, így van. És azért nem értem, hogy itt van az angoloknak a rengeteg tengeri herkentyű, meg a tengeri hal, meg minden, és 70%-ok utálja a halat, aki szereti a halat, az meg szinte csak tőkehalat eszik, mint bal meg. Há, jó, hát ez ilyen tőle. Mindig az, ami nincs. Milyen ízű? Ez fekete tea barna cukorral. Kávé, mert megint csinálnom kell. Kávé. Sorry. Ja, igen, a forraló kezdete szörcsön, amikor ezt elkezdett. Ja, a vízforralót hallottad, szerintem. Igen, szóval én használom a Twitch sakutót, ezt én meg használja a sajátját, ugye, a részben. Én játszok vele többet, ő kapja a sárga köveket, bazán. Annyit kapok, mint az áll a gyerekek. Annyit kaptam már tőletek, hogy ez valami érdetlen, csak szólok. De alig jár, az a baj, hogy alig van ide már. Most kb. Mennyit dolgoztak egy szabban? Kifogás. Add nekem a sárga köveket, bazán. Meg a telefonban ugye nem tudok belépni a gépes akkunta, úgyhogy... Miért ne tudnál? Be tudok. Persze, be tudsz. Ja, én ezt nem tudtam. Akkor melóban tólám. Mindjárt nyakon verem, bazán. Én azt hittem, hogy nem lehet. Van egy csösszik. Első meg pirítóz. Jéj! Az egy fél pirítós csak. Miért fél pirítós? Ez egy egész szemet. Maradt még egy kis olivás hely. Olivás kenyér akarom mondani, aztán úgyhogy most azt fogjuk megszületni. Én szöcsöltem? Előfordulhat. Kicsit nehezen ment le a rengeteg tea most így igazából. Lötyög a folyadék a gyomromba, mert semmi más nincs benne, csak kávé. Kettő bögre kávé. Meg pár cukor. Ugye konkrétan belélegezte a kávét. De amúgy ezt a kávét, ha nem szóltam volna, beinítam volna, se szóval. Dehogy is. Áú! Azonnak. Hello! Ez nagyon forró meg. Na. Köszönöm rá, Réna Tárám. Viszontok srácok, remélem minden frankó. Mi újság, hogy telik a szombat. Hello, hello, nagyon szépen köszönjük a Rédet, sziasztok srácok. Kalabac szombat reggel délelőttől délután estét mindenkinek. Nekem még reggel van. Kinek éppen mikor mi? De hogy szülcsöt, hogy nézd majd vissza azt a részt, hogy... Ja? Előfordulhat, hogy szülcsöt nem, tehát így... Minden lehetséges.
Csajádám, igen, most kellettünk főzni. Mindig a legjobb pillanatban érkeztek. Soha nincs olyan jó pillanat. Mivel kosztolozok? Próbáld újra. Na, ezt meg közben csinál magának közé bogatát. Ez bubble tea. Tudjátok, már a boba fel. Én pangolt, hogy kövér vagy. Szávozva a boba fel. Több boba fel. Ne olvas vagyunk, hogy gyerekek azt a kulat, ugye kibannolom magam. Hát, húpsz! Szevasz Ártos! Hali-hali! Hello-ka! A spanyol chorizo! Köszönjük szépen! Ez a reggeli. De most mennyiávogást hallottam volna. A szomszéd kutya ki valami fura hangokat, tegnap is ezt csinálta. Van kedvenc hagymát apítani? Köszönöm. Mennyi hagymát apítsak? Egy nagyobb. Egy nagyobb? Akkor kettő kicsit. Kettő. Csinálom kettő, jó? Kokaiához kell, nem? Száva kokanoid! Hagy ma! Meg hagy holna! Wow! Micsoda technika! Köszönöm! Szia kokanoid, mi újság? Na, először a pályát tesszük oda főni. Kicsinálom már ott a pályát. Én. Vagy én nem számítok? De. Igazából nem, de mindegy. Te már mindent is csináltál. Ez nem igaz. Persze, úgy hívják, hogy garlic bread. Pocket mert vajos kenyér sütve? Pocket, mennyi. Itt amúgy az lehet venni a... Olyan lusták az angolok. Olyan az lehet venni a boltba, szinte boton olyan nincs, én nem emlékszik rá, hogy lenne. Felszeltelt, vajazott, fagyasztott baget. Úgyhogy be kellett a sütőbe és megpirítanod. Vagy ugyanez így, ez az egészbe be van bagdalva. Tehát éppen... Igen. Hogy szeretnéd. Az angolok nagyon lusták. Én nem emlékszik rá, hogy ott van lehet volna ilyen a boltba, gyerekek. Nem tudom, hogy volt. Manapság már lehet, hogy van, de... Ja, várj ezt előbb megkérlek viszont. Nem megcsinálhatnám, ugye. Pályásra vágjam fel, ugye? Nagyon apróra vágsz fel, észreves. Nagyon apróra. Pályához, igen. Nem, hogy ilyen nagy üdékben. Nope, az a fried rice. Pályához, risottohoz, apróra. Le fog esni, vigyázz. Mindent egy makanál. Az mi a nyakkanál? Már kiszobba a szakállamra? Lejra menekülj! Áú! Elkezdtem ezt a pici végét, visszatállják a késet. Miért bántod a késet? Rulibá! Ezt most megaláztam egy kicsit, úgyhogy... Tumbán megaláztad. Igen, jöhet a kedvencem. Hádész, tolod! Várjál, ha tippeljek, az valami game. De nem ismerem a játékot. De köcsög ez a pokhagyma, az anyád. Ugye rávarogadva, hiány. Azonban. Na, már lehet ott is kapni? Oké. Okay. Hát ugye, már igazából 10 éve nem lakunk otthon, 11, úgyhogy azóta már nagyon sok minden újdonság van otthon is. Lehet, hogy volt régen is, csak nem vettünk soha. Ó, bruschetta! Azt nagyon-nagyon szeretem. Ú, de imádom a bruschettát. Csinált is már, van róla videó, hogy ezt nekem valamelyikszem. Bruschettáról? Persze. Oda, és emlékszek rá a kedvenc kommentem bruschetta alá. A zsíros kenyéri lágy már sokkal jobb. Na, ne is oda. Ennyi! Tudom, hogy ki hadész, de a játékot nem ismerem, te lökött. Jeez.
Te legyen szó. Ebben mehet a hagyma, ugye? Nem, a magyar az szimpla fokhagymás... Nem rak bele a hagymát, csak vágni szerintem. A sima fokhagymás kenyére gondolt igazából. Csak fokhagy menni legyen pici. De valami, tehát szerintem nincs rendesen kiszárítva, és ugye nagyon hozzá van ragadva a vékony híj, a fokhagymázat is nehéz megpucolni. Valami pirítósz! Ike pirítósz! Legjobb pirítós trükk! Szerintek egy fokhagymát? Nem, azt azért neki ismerik. Pirítósz! Hidd el, sokan nem ismerik. Ugye ez eléggé száraz, meg kemény, meg minden. Fogod a fokhagyma gerezdet. És bekéned vele. A problémát jelentett, hogyha nem szereted a fokhagymát. Ez nagyon durván fokhagymás, gyerekek. Tehát ugye nem tudom mennyire látszódik a... Ha harmadas simán, vagy a negyedes simán rákenődött a fokhagymának a pítószra. Picit megszózod. Hol a só? Hol a só? És ezután nem ennyi randira. De a vámpirok ellen nagyon jó. Yes, hello! Mama, hát ez is netezik? Mama, mindenki netezik. Van benne igazság, magyar. Ez így van. Bekélem bele. Elkezdem tört, mert ugye nagyon kemény a pirítósnak a külseje, és ugye gyakorlatilag rá reszeled így a fokhagymát a pirítósra. Nagyon fasza. Próbáltam azt a trükköt, de én szerintem nem vagyok elég erős hozzá. Hiába ráztam, nem jött le róla a cucc. Gitároznám. Of course. Úgy, ismerjétek a gitáros hamburgert. Gitáros hamburger? Uh-huh. Hamburger buci, hús, rengeteg ketchup, van mustára, miután beelsze, utána csak annyit csinálsz, hogy kurva életnek az meg. Kedvencem a gitáros hamburger. Az de kurva, ez jó volt. Five Minutes Club videóknak semmit nem szabad elhinni. Az csak akkor működik, hogyha nagyon-nagyon jó ki van szárítva a fokhagyma. És ugye már attól leesik a héja, hogyha ránézel. De amire így rá van ragadva, az nem működik. Persze magyar, szerintem minden magyar evett már így kenyeret. Az a legjobb. Voltunk, amikor először voltunk Franciaországban barátnőméknél, ki is akasztottuk őket. Ugye van egy ilyen tradicionális francia étel, az a neve Confit de Canard. Ami libazsírban sült kacsa, eszméletlen jó. Ilyen 12 órán át sütik, tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon lassan. És ugye annak is van egy ilyen jó, rengeteg zsír van rajta, mert ugye abban sül a kacsa, mert ugye van ez a kocsonyás sült cucc az alján. Na és azt vacsoráztunk. És másnap hajnalban, mielőtt indultunk volna ugye a reptérre, akkor jöttünk vissza Londonba. Kérdék, hogy mit akarunk reggelizni. A francusok édeset reggeliztünk náluk hozzá. A franciák édeset reggeliznek, tehát cukor-cukorral, meg lekvárral, meg nutellával, meg mindennel. És mondtuk, hogy szeretnénk a maradék kacsát. Azon már kiakadtak, de amikor látták, hogy fogjuk ezt a zsíros cuccot, és kenjük rá a kenyére, hát akkor kiakadtak. Az a zsíros, kocsonyás, kacsaszat. Az a jó van. A fogadj, mert ezt külön rakjam ezt itt? Mehet bele. Bura, mentek, kérjétek úgy egy giroszt, hogy randi giroszt akarok. Se hagyma, se csípős. What the fuck, arra mi értelme van? A randi giroszt, ez jó, ez tetszik. A randi giroszt, bazd meg. Ennek mi értelme van? Ha giroszt akarsz enni, fokhagyma szósza, meg csípős szósza, bazd el. Hagyma nélkül. Hagyma nélkül. Szóval kezdeni a hagyma nélkül.
Zoller csak akkor, hogyha ki van szárítva. Ha nincsen kiszárítva, és rá van még ragadva a friss, puha héja a fokhagymárad, nem jön le. Csak szóló. Ha szépen ki van szállítva a fokhagyma, persze. Akkor elég, hogyha a kezedben megroppantod a fokhagymát, vagy megtekered, lejön. De ha nincsen redesen teljesen kiszárítva, és még nem száraz a héja, hanem puha, ugye még van benne redességtartalom, akkor ez nem jön le. Így van! Elég felesleges ezért gyroszt tenni. Akkor legyen gyroszt. Hát te a csatrandélet hagyd már tenni? Hát ez az. Örültünk, szia! Ennyi. Sőt, veszed, én mindenhol szeretem a fokhagymát. Na, szépen köszönöm, Rolibá! Igazán is üresztő. Egy igaz Isten vagy. Hú, a teám. Jó, azt már szerintem a teját. Jó, erős. Még valamit kell vágni? A többit elintézem, én köszönöm szépen. A fagyvához nem volt kedvem. Egyébként a feketére sütött fokhagyma az nagyon-nagyon-nagyon jó. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó. Na, mehet a krémesítő a tejába. Oh, jó illata van. Én is megszerzem most a teját. Hát ez éppen nem macsa, mert ez fekete teja, de nagyon-nagyon finom. Elnézést, félrebeszéltem, nekem a macsa talán egyenlő a babalatívá. Igen. Nem eszik se fokhagymát, és még kulcsa, csípős, teszek puszi seját. Lehet már kérdeztem, gyrosz nem nagyon lehet otthon csinálni, mint a töröknél. Pörgetetet. Nagyon sokat kísérleteztem már a gyrosz fűszerkeverékkel. A gyrosz fűszerkeverékkel az a baj effektíve, hogy minden háznál másként csinálják. Tehát pont ugyanolyanra, mint a te gyroszosod, nagyon nehéz megcsinálni. Nagyon sokat kell vele kísérletezni. Ugye abban az gyrosz. Bocsánat. De van már egy gyrosz receptem fönt a YouTube-on, ami legyen a kaja sorozatban. Imi többször meg is csinálta. Eddig az a legjobb verzió, amit nekem sikerült kikísérletezni. Ott megmutatom azt is, hogy hogyan készül a gyrosz fűszerkeverék. Úgyhogy tudsz te is kísérletezni majd az ízekkel. Úgyhogy azt javaslom, nézd meg, próbáld ki, és kísérletezd. Ugye, hogyha föl van szépen szúrva ugye a hús, meg minden grilled, akkor ugye teljesen más a végeredmény. Én azt úgy csináltam, hogy sertenyőben, ugye mert a legtöbb embernek nincsen olyanja. Szerintem szakíts vele, azt mondod Leila, hát igen. Hőst, húst, most hőst vagy húst? Vagy hőst és húst? Szóval, ja, minden egyes gyroszosnak megvan a saját fűszerkeverék receptje igazából. Meg ugye a törökök kicsit másként csinálják a gyroszt, mint a görögök. Ugye a görög, ugye a gyrosz az eredetileg görög, de ugye a törököknek, meg a környező országoknak mindenkinek megvan a saját verziója rá. De például a kebab az igazából ugyanaz, mint a gyrosz, csak egy kicsit másként van fűszerezve. Meg az eredeti görög gyrosz az nem is csirkéből készül egyébként. Ja. Jaj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 
Ezek szerint a húsin csurog végig a cucc, az nem... Micsoda? Mi nem szám? Ezt nem értem. Ezt most nem értem, Venom. Ezek szerint a húsin csurog végig a cucc, az nem számít. Ezt most nem értem, Venom, ne haragudj. Te érted? Mhm. Oké, akkor nem haragudj. Én már veszek papalát.
Na. Kész van a teám, ez hadd hűljön egy picit. Úgyhogy összevágunk minden mást. Szóval, paellát fogok készíteni. Nincsen paella tálam. Megbeszéltem magammal. Oké, jól van, jól van. Úgyhogy én serpenyőben fogom készíteni. És ugye ez chorizós csirkés paella lesz, ami azt jelenti, hogy kell hozzá chorizó, ami a spanyol kolbász, igazából. Olyasmi, mint a miénk. Csak nincs megfüstölve, és nagy darabok van benne. Nincs megfüstölve, elég nagy darabokban van benne a zsír, meg minden. A legjobb. És egy picit másként van fűszerezve, de nagyon-nagyon-nagyon finom. De sosem lesz olyan íze, mint egy füstölt kolbásznak. Háromszoros adag. Én szoktam itthon gyroszt csinálni. Nagyon-nagyon szeretem egyébként. Ups. Amúgy a húsztól is függ, hogy hogy csinálod. Igazából szerintem az a legjobb benne a gyroszban, hogy nem otthon csinálod magadnak, hanem úgy veszed. Az is hozzáadom az ízéhez. Hát a gyrosz az olyan, mint bármilyen magyar kaja. Minél nagyobb adagban csinálod, annál jobb. Minél tovább fűszerezed, édleled a húst, annál jobb. Hozott vizet? Egyébként. Maradjunk minden hátak. Lesz ma fánk is? Akkor nem, egyik se lesz. Betett ma vizet a kocsiban. Kocsiban? Mhm. Hát nem az ülés mellé, amikor jöttem haza. Ja? Igen, az enyémből. Tartóba. Na, szóval felszeletelem a chorizót, amit le fogok pirítani, és ugye lesz így zsírom a ledénykémbe, azon fogom lesütni a csirkét, azt is utána ki fogom venni. Utána mehet bele a hagyma. Lehet, hogy mégsem ebben fogom csinálni, mert ez nagyon nagy adag lesz, hanem az egyik hábosban. Azt mondod? Aha. El fog férni, nem? Nem igazán. Rábízom. Te is kérsz. Maradjak hidratált. Te is maradjál hidratált. Kocsonyogottam, gyere, ki jele eszti. Aribán, itt szeretek, mert akkor nem kell dolgoznom. Ott áll a hús fölött 4 órán át. Nem, az nem volt. Gondolom, nem úgy csinált. De jó hangzott. Jó sok új lesz benne. A sima kolbász lettem most. Ne legyen csípős, aztán már mindenki csípősözi magának, ahogy akarja. Úgy vettük, ilyet lesz megkóstolni a kóstolóba. Azóta szemezek vele, baszki, tudod milyen nehéz kibírni, hogy ne nyissam ki? Szuper hot sriracha. Kíváncsi vagyok rá, milyen ez íze. Elvileg az íze nagyon jó ennek. Nem olyan csípős, nem olyan csípős, mondjuk szuper hot, úgyhogy... Tehát az eredeti sriracha az nagyon enyhén csípős, csak annak inkább az íze az igazi, de ez állítólag szuper hot. Nincs ráírva, hogy mennyire hot. Úgyhogy nem tudjuk. Mondja, cicám! Mondja, baba! Itt ül a macska a monitor mellett az asztalon, egy párnán. Nézd rá, hogy oda rakom neki a párnáját, mert nagyon nyílik most rába a cicák. És ilyenkor... De nem mozog el, cica! Ide nézi! Cicám! Ó, fasz! De... Jó van, akkor azt a képet kapjátok. Belemozdult a macska, én kérek elnézést. Beküldöm Discordra. Ó, van, gyere Tisza, gyere vissza a párnádra. Igen, nagyon sokat dolgozunk mostanság, lényegesen kevesebbet vagyunk itthon, mint szoktunk. És elég rosszul viselik a cicákok. Tehát így streamelünk Louis-val. Aki látni akarja a képet, menjen fel a Discordunkra, ott van a társalgóban. Na, ma melegszik az edénykém. Nagyon pici olajat csöpögtetek. Ilyen tudjon kezdeni sülni a kóbász. Ide passzoltad nekem a csirke lábat holba. Persze. Na, a combot, oké, a comb, itt van. A cíke combot, dankesen. Ez a legjobb. Kovász, annyi elég lesz? Aha. Kivételesen nem egész csirkéből dolgozom, mert lusta voltam. Át
elpakolták az egész időt, és nem találtam azért egész csirkét, és nem akartam keresgélni, úgyhogy felkaptam a combot, amit láttam, meg a mellett, aztán ennyi. Egy kicsit sietőse sikerült a vásárlás. Ami nem mondjuk ott adik ilyen egyszerűen szabákkám szív. Ezzel már így gondolkoztunk, tök jól lenne, csak az a baj, hogy ezek ilyen, hogy is mondják, helyváltoztatásra képesek. A macskák, és az a baj, hogy nem fogjuk az egész házat bekamerázni, akkor mi van, hogyha elkaptok mesztelenül, mikor hangálok, magit olyat nem szoktam. És akkor ugye, most vagy a nyakába, akkor meg ott creepiskedne mindenhol. Mondjuk az nem lenne rossz, fölvenni, hogy merre mászkál, mert úgy tetsz, nagyon sokat van kint. Hát az a jó nagy kamera lenne, szegény cizának meg ott forrózgatán nyakába, nem csinálnak. Nem, van ilyen cica kamera. Legalább ne basszátok, mert valahol van egy egér a házban. Tehát észak a Rui behozott egy egeret, elengedte ott a folyósón, elszaladt az egér, körülbelül ennyit látta belőle, és nem tudom, hogy hol van. Van egy egérünk a házban. Köszi Rui, bazdmeg. Igen, általában ugye a macskáknak el kéne fogni az egeret, ő be szokta hozni az egeret mindig. Volt olyan, hogy behozta az egeret, belerakta a kajás tájukba, a száraz cica kaja tájba, azt megetette az egeret, bazdmeg. Ott kell mindenhol kamera, nem csináljunk Big Brother-t. No. Na, a faját azt javaslom csirkészombot csináljátok, ne egy ciciből, mert az kiszárad. És nem kell a bőre. Ha mindig azt szoktuk csinálni, hogy megfogjuk az egeret, ugye van már ilyen humánus egélycsapdánk. Aztán azzal megfogjuk, aztán kimegyünk, kiengedjük. Ja. Yeah. Általában föl szoktam hozni a szobába este, amikor alszunk, de ugye tegnap éjfélkor még nem voltam ágyban. Aztán elengedte a folyosón, hogy ó, bazd meg macska. Amúgy arrafele mennyire friss a csirke. Hát szerintem az a csirke, ami nálunk van, az ilyen összeászott csirkehús volt egyszer, amit utána kiszállítottak, utána újra megtömdösték, megszurkálták tűvel, feltöltötték vízzel, és úgy került be a záróházba, szóval szerintem legalább 2 éves az a csirke, amit a Lidl-ben meg lehet friss csirkeként venni. Te hülye vagy. És ebben teljesen hiszek. Ne hallgassatok rá, friss a hús. Se szagú nincsen, se semmi. De ez mindig így van, szerintem ez veletek is így van, amúgy nem tudom, hogy ti mennyire dolgozhatok friss csirkével, frissen vágott csirkehússal. Semmi nem olyan friss, mint a visemágos csirkehús. Én dolgoztam olyan, ami még meleg volt, gyerekek. Úgyhogy... Parasztlány in the house, tehát így. Úgyhogy ahhoz képest, ami a boltban van, a csirkehús, az levetereszt, az ilyen... Tehát a visemágos csirkénél frissebbet nem találsz, az biztos. Nagyon. Szóval nem friss, de bolti szemmel nézve friss csirkét szoktunk kapni. Igen, jó minőségű hús, igen. Ül a gép előtt. Nyávok, hogy 2 kávét? Ennyi? Miau, ott van! Azt néztem, hogy lel, amikor válaszol, hogy miau. Oké, meguntuk a nyalinkolás cica. Kalcsi. Rólosan lépi hátra. Okay. Jó van. Hiszti. Egy kis hiszti lába cica. Vigyaszti, nagy cica, megyek veled játszani, jó? Csak addig bírt csináljám. Igyekszem, hogy meg kéne is. Ne, a mikrofon van el, ne beszélj hozzájuk. Nem. Gyere ide a párnára. Kicsit. Hogy, ma legyen. Köszönöm. Annyira szuki vagy kis cicám. Eléggé needy a cicánk. Needy. Jó, már most jó idők vannak. Nem eszi a nyers húst. Macska kaját, azt teszi ide a nyers húst. Rúj, nem eszi a húst. Csak a macska kaját eszi meg, abból sem mindet. Kemi, ő nagyon-nagyon szereti a nyers húst, de Rúj nem eszi meg. Próbáltam rászokozni őt is a nyers húsra, meg halra, meg jót tesz a bundájának, meg az ízületüknek, meg minden, de Rúj nem eszi meg. Ugye sajnos úgy lettek nevelve, hogy csak cica kaja. Amúgy annyira nincs fel a bajom, mert legalább Rui nem jön oda pofánlak, de amikor kajálok. Kemi az ott ül benne az altomba. Az biztos.
Ja tudom, hogy nem friss a hús, csak a cicám nem eszi a csomagolás után plusz 3 napos húsét. Hát azt már... Hát azt nyugodtan senki... eszi meg. Nem így. Azért a moskának nagyon jó a szaglása, érzi rajta, hogy ez már rohadtul nem friss. Hát ilyen csorizót meg nem kap már, az fűszeres, úgyhogy... Persze. Lehet, hogy az érdekli Leila, de olyan meg nem a moska. Nem, de, nem hiszem. Rui nem enné meg. Rui biztos, hogy nem enné meg. Próbáltam nála mindent is. Úgy, bár a hosszú szűrű szizágnak, Keminek annak majd az izéje, mániája, sajt, ott van a sajtért. Aztán meg megkül a hosa. Mindig eszembe jut rajta a csivet csapat. Három comb elég lesz, így is jó korodakolya lesz. Azt mondod? Hamar kezdtene sütni a csúrizót, le vagyok maradva a cikivel. Szerva az aranyfalk, és azt mondod, hogy előbb a téma, amíg kezdesz ijeszteni, így, hogy készül a kaja? Szia! Örülök neki. Igazából készül a kaja, ezt jártál, én csak itt állok. Összevágtam a hagymát eddig. És jól nézek ki. Legfontosabb ezt dolog. Ezt utál hagymát vágni. És úgy volt vele, ki tudja, hogy igazából meddig leszek? Hát nem eddig eddig leszek. Kettő... Hát nem kettői leszek itt. Még egy óra 15 perc, úgyhogy nem hiszem. Hát szem. Akkor nem lesz kész a kaja addigra. Talán a paella. Igyekszem. Bírsz majd azt vinni. Ennyi? Hát velem akkor már viszek valami mást, úgyhogy megoldom. De mondjuk a tonkacóz gyorsan készen van igazából, úgyhogy... És mióta ettél aranyfarkas? Mi volt a szombati menü? Nem hiszem, hogy kéne innom még egy kávét. Azt mondod, most ittál kettőt, várjál még. Sok lesz az. Ah, 11 perc is kaja. Mi a kaja? Töltött káposzta? Hát az hetek ilyen lehet. Rúli, várjál kávéval. Most ittál meg kettőt egymás után. Na jó, ez igaz. Hát igaz, hogy egyet. Ki fog vérezni? Kedet, reggel megittünk egyet, meg most ittunk még egyet. Ja. Ki fog vérezni az orrod? De meg fog. Ne így a kávét. De meg van foglalni a kezegbe. Mondod? Akkor kérem szépen egy tálat a kóbásznak. Nézd egy fegét a tányira, szerintem jó lesz a parancsol. Nagyobb a tele. Jó lesz. Beszól. Beszígítve egy kis atnál. Köszönöm. Beszól. Zsírt, azt próbáljuk meg benne hagyni, hogy azon fogjuk lesni a csíkét. Azt mondod, megvettél ezt dicsérve a tegnapi... Nem így, be kellett ugranom tegnap melóba. Shadow. Az jó oldosan megfigyelne, hogy hozzászokjanak, tudod. Túl késő. Hát még ez is igaz. Már túl késő szerintem. Na, csirkét sózom, borsozom. Már az akit kell minden kajánlani, gyerekek, miért még elfelejtenétek, mindent mindig küzdezni kell. Így van. Főleg a húst, azt még lehetőleg nyersen. Ha minden lépésben fűszerezve kaját, akkor a vége az biztos nem lesz íztelen. És természetesen közben folyamatosan kóstolgatni. Jep. Kijövő a nyers csirkét, az veszélyes, azt ne kóstoljátok. Azt mondja, egy kiló káv, egy kiló kávéért cserébe négy sör.
szép. Egy kiló kápi cserébe négy sör. Sima jó alkú. Én is kérek. Jaj, köszi srácok, hogy hozzájárultatok. Szavak ezt a szavak, de most annyira meg ezt a spoilerát, már csak 5000 hiányzik hozzá. Hozzájárultatok a spoiler alert gyűjtéshez. Ja, szavazás. Felkértél a szavazás, srácok, hogy mindig fut a Rolly Horror Show-ra a szavazás a Discordunkon. Írjátok be, hogy felkértél a szavazást, hogy felkértél a Discord. Látok, bízom. Menjetek be a szavazó szobába, és szavazatok arra, hogy a melyik horror játékkal játszom meg Rolly. Ó, finomám. Pinci. Jó kis szarvaszosz, Bobatea. Szia, Zeki 1122-re, nagyon szépen köszönjük a csatlakozást. Itt, itt nálunk. Megkóstolod? Na, nem, jó, köszönöm szépen. Én most meg vagyok. Nem bánom a mocsatát, de annyira nem. Ej, miről beszélsz? Nem látszolik pont a kamera miatt, úgyhogy... Mi a házad, Zsulci? Jaj, aranyfarkas, neked is nagyon szépen köszönjük. Csinkét jó, le kell sütni, nem baj, hogyha odaragad. Szarvasné pohárból megvija a Zsulci. Szevasz, Zeki 11-22, szia, üdvét nálunk, reméljük jól fogok magad érezni. Nagyon fasz a csomagolása. Nagyon kis baba. Ilyen, van ilyen, ez a bubble shop, bubble tea shop. Aha. Ez az a márka. A fél literes kis cuci-muci, nagyon baba. Majd egy hírnál, hát én iszok vizet addig, mert Rolly vizet. Mikor lesz úgy, hogy mindenket a haspolóban leszünk? Az másik platform, Zsulci. Az másik platform. Soha. Itt már neked is nagyon szépen köszönjük. Ugyan, betelik a spoiler alert gyűjtés, gyerekek. Szerintem idén már nem. Jövőre sem. Igen, valószínűleg. Ha csak belénk nem csap a villám és el nem kezdünk másik platformon streamelni, akkor nem fogunk ilyet csinálni. Nem valószínű, hogy lesz ilyet, gyerekek, nem valószínű. Na, emeletileg van már egy nyitott csomag paéjjal is. Akkor az kell majd. Itt vannak a... meg kell mosni a húsos cuccokat. Hával intézem, hagyja csak. Akkor mindenféle nyitott cuccaim. Talapban is van valami, de mondjuk itt csak tészták vannak, meg kinoa. Itt a fire. Itt is. Meg kell látni azt itt. Mit? A rizst. Az nem rizs. De, fire is. Az mi van ott? Itt kellene lennie. Te szoktál parkolgatni itt a hűt. Én csak elővettem. Úgy én is pakolgatni, csak nem vagyok itt a nagy lövő. Egyelőre. Még valami? Meg itt a... Ja, ez meg a risotto is, mert ilyet adti amúgy. Mellé. Risotto is vettem, nem fajér is? Aha. Az anyám kis kicsit. Jó van, akkor a fajér is az jön vissza, csináljuk risottóból. Azt mondom, a sárkányos videónál erősebb kontentet nem tudok elképzelni. Hát, én biztos vagyok benne, hogy Rolly felül tudja múlni magát, vagy alul. Nézőpont kérdése. Felül. Maradjunk a felülnél, jó? Rolly jól mutatna bikinibe. Szavas őt, észbe kéne egy kis Valheim. Kéne minden is, gyerekek, kéne minden is. Szevasz, Tomlak! Mizu! Ez nem az a platform, az másik platform. Zeki, neked is nagyon szépen köszönjük, hogy hozzájárultál a spoiler alert gyűjtéshez. Köszi szépen, srácok. Szóval, föl, pirul, mindent csinál a csirke. Most arra várni kék. Addig... ezt félrerakom. Szerintem elkezdem kiklopolni a... csirke cicit. Egy csomó fekete. Igen, mert így is nagyon sok a hús. Ezt csak elrakem így a hűtőbe egyelőre? Igen, majd elintézem, ne aggódj. Abból az egy combból fogok tudni készíteni egy egész adag kaját, ne aggódj. Szia, te a baj! Mizu!
hetero vagyok, de gondolok a hölgynézőkre is, ennyi. Az nem kizárók, így van. Tehát Roliról beszélünk, gyerekek, tehát ez nem szégyen, nem szégyen. Kumba is bele van szerelmesedve Roliba. Oh, ugye múlt hét vasárnap, ugye Roli volt annyira cuki, hogy bejöjjön segíteni nekünk a melóhelyen. Az egyik munkatársunk, akivel ugye már eredetileg dolgoztunk együtt, ráadásul Roli vette föl, totál bele van szerelmesedve Roliba, tehát ez az abszolút man crush. És most már Dom is sorban állnak egy olivért, tehát így. Azért, mert jól dolgozok, ez csak azért. Nem. Ah, ő úgy fogalmazott, hogy egy apácáról is le tudnád csalni a bugyit. Ez nem igaz amúgy. Próbáltam már. Ez nem igaz. Szia Antik, Mizu, hogy vagy? Szia kuka, szia Antik, sziasztok srácok! Hosszú menetelés típusú Buffy, Roli nagyon jó büfügésben, ez így van. Szia te a baj. Na, szóval, csirke cici. Akkor ehhez összeveszem a húsis deszkát. Ugyanis a csirke cicit azt ki fogjuk rántani. Ugye a tonkatsu... A dobozból. A tonkatsu az nem más, mint a japánok rántott húsia. Készítik sertésből és csirkéből is, és készítenek hozzá egy úgynevezett tonkatsu szószt, amit én is fogok készíteni. Viszont a különbség az, hogy ők egy speciális... mi az már? Ne várj, ne rakjam ki. Kenyér morzsát használnak, aminek az a neve, hogy panko. És egyébként érdekes sztori, a panko kenyér az elektrosokkal sül. Nem tudom, ezt tudtátok-e. Tehát a lényeg az, hogy a kenyér tésztát, azt belerakják ilyen kis dobozokba, amik között fémlapok vannak, tehát a kenyér tészta között fémlapok vannak, és áramot vezetnek bele, és ugye addig, ameddig van nedvesség a kenyér tésztába, addig az áram az megy ide-oda-amoda, szépen fölmelegíti a kenyert, és lassan megsüti. Így készül a pankó kenyér. Én csak azt hittem, hogy azért pankó a beszkám, mert olyan úgy néz ki. Na. Ez ilyen speckó. Tudsz, hova raktad a pankót? Viszont. Ez ugye ez az. Ilyen. Ez ilyen, hát ilyen nagyobb, nagyon durva zsemleborsa technikailag. Az, csak speciális módon van sütve a kenyér. Majdhogy nem ízetlen, és hogyha így sül a kenyér, akkor nincsen rajta kenyér héj. Az egész tök fehér, és igazából nem is megsül, hanem majd nem kiszárad igazából, és attól olyan a pankó, amilyen. Tehát, hogyha ezzel dolgoztok, ezzel csináljátok rántott húst, sokkal crispy, sokkal ropogósabb, mint a normál zsanamorzsával készült. Meg más is van, ők így szoktak bundázni. Az mivel, mint otthon nálunk zsanamorzsa, itt kint teljesen másféle zsanamorzsa van, mert itt nem zsanamorzsa van, hanem ugye egy lisztből készült tudsz, szóval nem kenyeret találnak és abból csinálnak, és abban mózsát, hanem csinálnak olyan panírt, ami már fura. A csirkét ezt nem fogom felszeletelni, csak szimplán kiklopfolom. Igen, szóval azt nem kell klopfolni, nem? De igen. Majd nem olyan vékonyra, ezt most fogom hát kell ne, azért nem fogom felszeletelni, ezért csak kiklopfolom. Mert ugye a csirkemellnek az alsó része az vékony, a másik fele meg vastag. És ugye ahhoz, hogy ugyanannyi idő alatt süljön át, és a vékony része mellé száradjon ki, a vastag részét ki kell klopfolni ahhoz, hogy ugyanolyan vastag legyen, mint a vékony része. Egyszerű fizika. Ez egy fizika volt. Kellogg-szal. Nem bundáztunk már még Kellogg-szal. Igen, már beszélgessétek meg kizébe, sutogóba, srácok. Az a biztos. Mit? Jó, ne semmi, csak izé, Zsulc meg Seró beszélgettek. Ja, igen. Ennyi. Szépen ki van klopfolva. Ú, kicsit túl klopfoltam. Épp azt néztem, én is nem akartam beszólni. De igen.
Tadám! Kérjük egy tárgyért. Parancsolj ezt ti. Köszönöm. Hozzátok kerül feldolgozásra! Tudom, közgondolom, tényleg köszönjük! Lehet az... Ilyen kász? Mi? Én azt tudom, miről beszélsz, hanem megmondom meg előszintén. Mi? Ez a mi az a Kellogg's? Kellogg's. Az a... Az a reggeli breakfast cereal, az a Kellogg's. Ah, igen, olyat csináltam régen az egyik helyen, ahol dolgoztam, a Szegeden a Magas Állam étterem volt nekem neve, és ott volt ilyen csirkefalatkákat csináltunk, én csirke mellett gabonapehelybe fagyoztunk igazából. Az, gabonapehely, azaz. Igen, olyat már csináltam. Hirtelen nem, mondom, Kellogg's, mondom, milyen fura név az. Eszembe se jutott, hogy gabonapehely. Én nem szoktam reggel gabonapehelyt enni, nagyon. Egy rövid időszak volt, amikor láttam. De akkor láttam, is a csokis izé tettük. Zseni. A Choco Pops. Aha. Choco Pops, az. Csupa csoki. Az úgy jó lesz, nem? Cornflakes, azaz, cornflakes, az. Azt ismertem volna, cornflakes. Ilyen, ilyen a katszú vastag? Azt úgy kell, ki kell sütni, utána meg sütőbe meg kell fejezni. Lófasz! De igen! Lófasz! Hát mondom. Hát mondom, hogy nem. Hát mondom, én néztem a izéket, tudod, a srácokat, amikor csinálták ilyen katszú csirkét. Milyen srácokat? A YouTube-os. Jó, ők angolok. Én egy japán csajt követek YouTube-on, úgyhogy tudom, hogy kell katszút csinálni. Csak szólok. Vigyázzam, mert fegyver van nálam. Úgy szeretek ház, olé! Én ezek a... Monsieur. Egy kis szalmonellát. Kis szalmonellát, te hülye vagy. Tetszik a csirke tartó kódom. Sokat igen, nagyon sexy. Tudok egy kézzel csirket tartani, tudok két kézzel csirket tartani. A kéz nélkül nem tudok csirket tartani, tudok a másik kézzel is csirket tartani. Nagyon jó vagy benne. Dehogy nem prof volna ezt a kuhára, nem. Úgy nem, hogy legyen rajta videó legyen róla videó bizonyíték, az biztos. Kell majd rakni. Hát mondtam, nem itt nekem. Hát, mert túl vastag az éjjel, de normális jó verlek. Igazam le. Igazam le. Áú! Áú! Ez majd nem hagyott, hogy kicsofoljam olyan vékonyra, amilyenre akarom. Csak egyszer szóltam be a második húsnál, azóta. Te beszóltál! Baze! Hát kérd, fél 20 gyerekek, korán reggel. Azt mondod, te kéred szalmonellást? Ennyi. Igen, ez Lele volt, mi? Igen. Lele szereti nyersen a csirkehúst. Ez az jobb kézzel, bal kézzel, két kézzel, megy ez minden. Én tudok kéz nélkül csirkét tartani. Megmutassam meg, hogy? Nagyon egyszerű. Isten. Felvágós! Ez a... De ezt nem tudja, mivel van, mert véleket nem nézett. Ez az apakocsit halt. Ez abból lett, az apakocsit halt. Ez akkor időszakban jött, amikor a Bacta Rider is. Köszönjük szépen a Humbá, hogy hozzájárultál a spoiler alert-hez, és így módon kigyúlt a spoiler alert! Yay! Most elmosom a kutokat. Ne rakod le, hogy csirkét nyugodtan. Jó, lányom, csirket tartok, ennyi. Én veszek a csirkehordó. Nem fogó leszek, hanem roló. A csirke hordozója. Jóisten. Drága szám. Drága szám.
Azon, én a pótlábammal tartsam meg, ez nem tartja meg, az a baj. Inkább. Az nem tartja meg. Az picike, azért jár ennyit a szám, kompenzálok tudok. Na, most kérek egy fekete párnyét, légy szíves. Beszól. Köszönöm. Az előbb akkor nem köllött neki. Nope. Nem, most. Most kell. A cíkének. Szépen le van sülve a cíkje. Azt mondod, valakinek nem megy, de azt mondod, hogy már neked a pulyka sikerül, nem csak a csirke. Belemarad a zsír, meg az oda sült csirke, jöhet bele a hagyma. Szépen lepirítunk. És hogy a hagyma ki fogja engedni a levét, hogy föl fogunk tudni szedni az odasült csirkét az edényájáról. Jaj! Ez nem rémlik nekem tovnak. Ez a megérkeztünk a városba, vége egy kalandban. Könnyű szerkezetes a lóak alatt, és elbírja a harmadik lábad, fumbá. Istenem! Én fogalmam nincs, miről beszélnek, úgyhogy... Gondoltam utoljára is eleget. Tele, kumbá, mi lesz akkor holnap este? Hát mit szeretnél? Nem tudom. Dolsztávot akarsz? Nem, holnap nem. Úgyhogy én nem veszek itt. Az a zombis játékról beszéltünk, meg én felvetettem az Overcooked 2-t. Milyen zombis? Nem jut eszembe a neve. Hova tudja, miről beszélek. Úgy végzelik rövel, aha, igen. Project Zomboid, azaz. Ez abban van volt is? Ah, azt mondja hol? Az ilyen fölül nézett ezt tudsz, ne? Ez valami nagyon... Anno streamelte is párszor. Á, igen, tudom, öcsém is beszélt róla egy keveset már. Nagyjából tudom a izét. Na, nekem kell. Hogy van a turmeric magyarul, gyerekek? Micsoda? Turmeric. A... Kurkuma. Kurkuma, azaz. Abszolút nem aztán az a, nem hasonlít az angol kifejezésre, de kurkuma. Nem maradt, hogy nincs itthon. Azt de amúgy felőlem mehet, csak hamar elenom az Overcooked-ot. Hát figyelj. Nem mehetsz ott a régi esztivál. Tudod, mert fejbe lő úgy, mint PUBG-be, aztán... Overcooked-ba, hogy lőném fejbe? Megoldja. De majd beszélek meg, én úgy sem leszek így, csak beleszólok, mert szeretek. Holnap én egytől dolgozok késő estig, úgyhogy... Nem löszök környéken. Szia Danekó, szép estét neked is, mi újság? Estét? De azért mondtam estét, már azt hittem este van, de szép napot, sötét van. Ja, rosszul írtam, ezt én tudom el hamar, de hülye vagy. Engem biztos nem. Bocsánat, Rolibá. Gyermekod. Szeretem, amikor ütsz. Nem tudtam, hogy ilyen közel vagy hozzám, no personal space már megint. Víz hang no. Van. Meg kávézok, nope. De igen. That's for the paella. Meg roli kávé. Nope. Nekem kő kávé. Na. Le van pirítva a hagyma. Úgy, hogy Humbácsi, most már elég sokat dolgoztam mostanában a melóban, hogy folytjak annyit, hogy belepérek rogatjába. Összetem az alját. Pici-pici vízzel. Bocsánat, ezt ki szeretnék menni egy kanalkát. Jó néz ki a paellás. Tudni. Nagyon sepít volt. Jöhet hozzá a kurkuma.
Igen, az a gatyó van rajta, a bácsi. A popsi gatya. A popsi gatya. Az a baj magyar, hogy ez a... Melyik ez az étel, amit szívesen készülünk el újra és újra? Mindegyik. Ez mindig, amikor belekeveredek olyan beszélgetésre bárkivel, hogy mit nem szeretsz. Vagy mi a kedvenc ételed, akkor ez a... Mondom, napszaktól, évszaktól, földrajzi helyzettől, mindentől függ. Hogy mi éppen a kedvenc ételem. A biztonságos étel, amikor megkérdezi ezt, hogy mit főzünk, de csak azért felhasszol annyilag, akkor mindig paprikás kupa és bolognai. Ennyi. Ja. Azon kívül nem. De megkérdezem rajta, hogy mit főzek, paprikás kupa vagy bolognai. Ez a kettő, amit mondom. Úgyhogy ez ilyen nagyon változó, hogy éppen mi. Éppen mindent ilyen. Szeretünk, de ezt már mondtam, tehát igazából azt az egyszerű megválaszolni, hogy mit nem szeretünk. Én nem szeretem a nyers hagymát, és nem szeretem a friss korianderzöldet, mert szappan íze van. Azon kívül mindent. Szó szerint. Hát figyelj, ha gondolod, hogy játszhatunk felefelét. Kezdünk az Overcooked-dal, aztán egy kis Project Zomboid levezetéskép. Vagy, és fordítva. És vagy. Senkes gatyád van rajta, nyuszik el, bazdmeg. Azt mondom Daneko, hogy már majdnem azt írtad, vacsorázol, ennyi, megkavartalak, gondolom. Igen, megkavartalak. Ebédelsz és feltöltötted az élés kamrát. Mivel töltötted fel az élés kamrát? És mire ebédelsz? Kávé? Szerintem is van még rész, nincs. Föl sem melegítettem, most a paillát csinálom, meg itt az élés. Na most a paellának az a titka, hogy egy picit le kell sütni a rizst. Ugye a csirkét meg a csurizót azt már picit leégettem, ami tökéletes. Azt most föl fogom mosni. És amikor már megfőtt a rizs, és felszívta a nagyja... Elhozom, felmosod gyorsan. Minek? Ezért föl bűn mosni. Mi a fasznak főzök neked, komolyan hallod? Esküszöm, agyrákot kapok tőle. Szóval, a paellának az a lényeg, hogy egy picit le kell sütni a rizst. Amikor már megfőtt a rizs, és felszívt a nagyja vizet, akkor békén kell hagyni, nem szabad keverni, hogy szépen lesüljön az alja, és akkor van kész. Na. Szóval, hogy égen még egyszerűen. Mehet vissza a kovász. És mehet vissza a csirke, levéve mindennel együtt. Szóval paprikás kumpli ubisalival, a legjobb ubisalival kedvencem. A kedvenc menzás szövegem mi volt mindig is? Chili pöri nokival és ubisalival. Chili pöri. Hát vagy a chili pöri mazeg. Legjobb. Imádtam. Ubisali, legjobb. Tejfölösen, tejföl nélkül bárhogy. Most már többször eszem tejföl nélkül. Igen. De ez hazugság, mert szerintem az elmúlt évben egyszer lettünk ubisali. Tejfölösen. Nagyon ritkán szoktunk ubalka sátát csinálni, megmondom neked őszintén. De nem tudom miért. Valahogy eszünkbe se jut, hogy csináljunk. Az örök, ami most eszembe jutott, erről látjátok, most így megindul a képzelőre, a gondolkodás, elkezdünk beszélni valamiről, savanyított dolgokról. Fel, meg a csirkepörkölt, meg a nokedli, és akkor eszedbe jut a tojásos nokedli fejes salátával. Ezt kell majd következő csinálni. Az mekkora Isten király, úristen, a legjobb nyári kaja. Kimész a kertbe, leszeded a fejes salátát, jó megmosod, még homokossal megcsinálod vele a tucot. Még homokossal, azt mondja? De az áll a lében, és a lének az alján, ott van a homok, az adja az ízt, a föld ízt. És úgy eszed az ubisalit, egyszerűen hihetetlen. Jó, hát tudom, jó helyeken megmossák, de... Minek az? Az a legjobb érzés, a legjobb. A friss, roppanós, sali fejes saláta, a nem keserű, az édes fejes salátából. Oh. Best of. És a két tonna tojásos nokedli.
Ó, de jó is az. Azt a vörös mindenit. Hányszor zabáltam magam betegre belőle? Igen. Mi is az? Mi, mondjuk mostában egyre kevesebb havi bevásárlást csinálunk, mert nagyon közel van a bolt. Ja, nagyon napi bevásárlás van. Mert tényleg itt van a két ajtó arrébb, itt van a nagy Lidl. Úgyhogy néha szokok hallani, reggel arra kellünk, amikor tolat a Lidl-s kamion. Hozza az árut. De jó, nem csak vicceltem. Csak ez arra akarat lenni, hogy visszük milyen közel. Ja, azt hiszem, hogy tényleg hallod, mondom, te jó hallásod van, maze! De amikor kint vagyunk a kertbe, és nagy a csönd, és nincs sok kocsi az utakon, akkor lehet hallani, amikor a Lidl-be bemondják, hogy kasszás, jöjjön a kasszához. Aha, azt lehet hallani a kert legsarkában mondjuk, úgyhogy nem olyan vészes. Ne szóljál be, igen! Pláne ha csiga is ott úszik a soliba. Úgy az igazi, hallod? Úgy az igazi. Pláne ha csiga is ott úszik a soliban. Nem, nálunk annyira sok csiga nem volt, inkább tudjátok, az a zöld hernyó. Tényleg, igen. Az mindenhol ott volt. A káposztalepkének a hernyója. Az a zöld hernyó, az mindenhol ott volt, gyerekek. A fogam között legtöbbször. De mindenhol ott volt. Nagyon nagy volt a kertünk otthon, mert taján nőttem fel, ugye? Ott hatalmas kertünk volt, sőt, háromszor, négyszer akkora, mint a házunk. De tuk. Úgyhogy ez jó volt. Ezért próbáltunk nagyon sokáig izélni. Anyu próbált nagyon sokáig ültetni pattogtatni való kukoricát. Nem volt mikrók, meg ilyeneket, nem tudod már, hogy sütőbe, meg gázot, meg spajátra, meg ilyesmi, hát nem bált be. Vagy nem bált be. Mert forró vajon kell elkezdeni kipatogtatni. Hát most már tudom. Hol voltál 25 éve? Otthon. Pattogtattam a kukoricát annyival. Mit csináltunk házi pattogtatni a kukoricát? Nézzék, küldős kalácsot akarnék csinálni. De jó lenne. Az a baj, hogy nincs hozzá küldünk. Akkor mehetem? Please. Igen, mi ezt, mint jó ház, ezt szoktunk ugye alaplevet készíteni a pallához. Most ne, utána ne szóljál be! Utána kiszállítjuk ilyen kockákba, és elrakjuk. Oké, okay. Az eredeti terve az volt, gyerekek, hogy reggel fölkelek időbe, és kiveszem a fagyóról a szükséges csirke hulladarabokat. Kiolvad, mire készül, mire indul a live, és megcsinálom az alaplevet, bla 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 bla. Még mindig minden ott van a fagyon, úgyhogy el kellett mennem is venni csirke hulladarabokat, úgyhogy nem főztem alaplevet, de ne szóljál be! Nyugodtan nem nézünk oda, köszönöm szépen. A küldös kalácsnak pont az az erőssége, hogy mész az utcán és megveszed 300 forintért, ennyi. Hát ha 300 forintért... Jó, de itt kalácsok, nem! Itt nem! Itt is lehet kapni, csak itt az a baj, hogy ilyen nagyobb rendezvényekkor lehet csak küldös kalácsot kapni, ahol van ilyen magyar árus, ami finom. Yep. Van egy-két kávézó hely, ahol árulnak a küldös kalácsokat, de ott általában már az a száraz. Ide én adoljuk általában. Sose ettem még friss kávét. A friss, amikor frissen kész van, biztos finom, csak nem jutottam el sosa odáig, mindig csak az ilyen használt kötös kalácsok. Igen, ízbőben van egy bolt, ahol lehet venni kötös kalácsot, de az már agyon van száradva, vagy minden az ilyen nyíl. Nem az igazi. Vagy csak szarminőségű kötös kalács, nem tudom. Soha nem sikerült rájönni, de nem volt finom. Akárhányszor vettünk ott. Milyen cetli van ott? Milyen monitoron? Az egyik az, hogy Papa Moci, állítsd vissza a streamet, meg egy nagy T betű, ami már nem tudom, hogy miért van ott. Már tézek, nem? Hogy formázom. Ja, hogy ne tézzél, igen, igen. Már... Hogy ne cézzen igazából, hanem hogy tézzen. Mert... Várja, hogy mondtad? Ja, megnéztem a Discordon a képet, amit Eszi küldött a maskára, mondom, honnan az anyából látom ezt, mondom. Mert nagyon sokszor volt, amikor számoltam, és amikor elkezdtem ugye a vonat építésre, ja, minden... Ja, kettő! Bazd meg! Amikor live volt, én nagyon cézett, és akkor kiírtam neki a nagy tébetűt, hogy bazd meg, tézzél, nyakon verlek! Úristen! Elnyomnak. Ezt már megjósolták a csetel, hogy elnyomnak. Nézzétek vissza néhány régebbi live-ot, két hónappal ezelőtt, meg ez egy roli videót, mindig amikor számol, akkor mindig C-t mondott T helyet. Ezt így agyákot kapott tőle, úgyhogy ja.
Ennyi. Én is ezen gondolkoztam amúgy, hogy 300 forint a kültös kalács, mondom, bazeg hol lakcsiga. Lehet, hogy azóta nem evett kültös kalácsot, tehát ez ne bántsátok szegényt. Akkor reggel mész a konyhába, Ruli. De úgyis az a, az a reggel legjobb része, amikor pucira hozza a kávét. Hagyjad már hova. A pudingat öltött kültös kalács, az már nagyon fancy. Á? Biztos nagyon jó lehet. A málnásat megkóstolnám, az biztos jó. De gondolom az ilyen málnás cukros, ugye? Az ilyen málnás cukorban van. Pudingat öltött kültös kalács, az ilyen nagy kültös kalácsot megtöltik pudingat. What the fuck? De gondolom az egészet. Gondolom két kültös kalács, két tudom miért, az között nem a puding talán, úgy tudom elképzelni. De az nem kültős kalács, az kültős kis kalács, az nem ugyanaz. Róla ilyen a világ a férfi elnyomásban él, és szereti. Na úgy, hogy... Szasz Pride, Mizu is! Na. Már darabokkal van benomba. Bebomba. Már darabokkal van bebomba. Ja, szárított porn málna. Ó, oh, az fincsi. Az jó cucc. Igen, szeretem. A csinkét azt egy picit besózom. A málnáról eszembe jutott most erről a málna darabokról. Az ilyen málna... Málnás tej volt, azt mondjuk jutott, hogy milyen volt. Az valami ilyen... Itt tudunk sok minden már. Nem tudom, mikor, mire gondolsz. Én sem. Igazából. Én sem tudom megondolni, csak egy íz ugrott be valami teljes, málnás, sűrű, ami porból kellett csinálni. What? És nagyon fincsi. Fogalmam nincs, hogy miről beszélsz, drágám. Mivel szeretnéd a tokacut? Rizssel, tésztával, stir-fry-jal? Rá, nem tudom, hogy mivel akartad. Legyen rizs. De mondjuk legyen rizs, vagy csinálok mellé. Legyen rizs, a tésztát hagyjuk meg máshol, szerintem. Legyen rizs-rizsel? Meg csinálom egy stir-fry zöldséget. Ennyi, akkor legyen tészta. Legyen rizs. Úgy is kell az egy. Oké, a tészta az is rizs, mert rizs tészta van itthon. Tehát, de rizs tésztából is van vékony üvegtészta, meg van pattáj tészta. Amondó vagyok. Döntést hozni. Jó, hát a Balaton nem számoljuk, a Balaton az nem Magyarország. Te kiérted a tonkatsu, akkor erre még nincsen szükség. Alakul szépen a... Nem csinálunk ilyet, egyelőre. Nem rossz ötlet, de ezt megvétózom. Bocsánatot kívánok? Ugyan már csiga, ezt nem vagyok hajlandó elfogadni. Szóval... Nem csinálok mindenből lángost. Mondja Reszti. Elmondom, hogy szóval. Paprika, mehet bele, vagy hanyagoljuk? Ezt így nem támogatja, fel sem olvasom neki már, csak azért sem, hogy ne tudjam. Mehet bele, paprika, persze nyugodtam. Biztos? Aha. Vigyom pocit? Már most láttam, van még majdnem 3 levél Reni a stúdióban, úgyhogy már elviszik egyet. A főt is van még. Most ugye ezzel bejutott, amit visszaérti, akkor el is rakom gyorsan a táskámba a Renit. Ez jól néz ki. Aha, kell még egy kis víz. Ilyen szuper sárga. A törmelék, hogy vagyok, ami elkezdődik. Kurkuma. Egy kicsit kurkuma. Kurkuma. A kurkuma. De lenne, ne, semmiféle szám. Gonoszák vagytok! Mert most mi van? Mit támogatok? Valahogy kéne egy olyat csinálni, hogy pontokért ki lehetne váltani, hogy Eszti lesz a logopédus és egy óra gyakorlás az elhibázott szavakból. Ez nagyon tetszik, Ivi, ez az ötlet. Ez nagyon baba.
Ez nagyon jó ötlet, mi van, neked tetszik? Van még két elén az ablakban? Igen, sablekötő. Nyugodtan még fönt van egy egész dobozzal. Igen, ez ilyen sablekötő. Kész van a paéja. Ez jó lesz már, akkor már valószínűleg jól fog birokat finni. Mm. Akartál bele ennek zöld bor sót is? Azt mondta a legvégén. Kopis. El kell vennem gyorsan ezt a pisilom magam. Mm. Siess, mert nekem is kell pisilni. Mm, megnézzük, mennyire van megfőve a rizs. Mm. Oh yeah, baby. Roll! No ease. A rizs az 0-3-szoros vizet vesz fel, ugye én nem mértem ki a rizst, úgy most csak adagolom hozzá a vizet. Ó, elnézést! Csak a mikrofont. Közepes lángon érdemes főzni, mert akkor nem ég le. És majd amikor már megfőtt a rizs, akkor fogjuk egy picit lepíteni az alját. Igen, Holly elmenekül gyorsan. Nagyon jó volt a vasalásban, what? Csinyi, neked ma nagyon nem megy az írás, kus. Szóval összerakom gyorsan a tonkatsu szószt. Japánokról tudni kell, hogy imádják a szószokat, minden szószal esznek, amit lehet. Mi kell nekem? Busty sauce. Hol a busty sauce? Itt van. Nem is, nem busty, várjál, bocsánat. Worcestershire sauce. Lehet, hogy legrosszabb, tehát most ezt így próbáld meg kimondani ezt a fogsot. Egyszerűen lehet kimondani, és az a neve neki. Worcester sauce. Nem. Worcestershire sauce. Worcester sauce. Nem. Ennyi. Vagy Worcester. Worcester. Na azért tuti, hogy... Azért tuti, hogy nyakon vágnak az angolok. Szóval... Úgy maradt. Szóval nekem kell... A cicucsok jól vannak, köszönöm szépen! Szóval, kell kecap. Hát, elvileg a lángos az szerintem csak kumpi lángos. Szóval a lángosban az az a jó lángos, amíg a kumpi van egy zsiába. Ami van egy kis kumpi. Tésztában. Kumpi lángos? Jó is az egyébként. Ugye, a fánkté, van olyan fánktészte is ugyanúgy, vagy lángos elő. Mindegy, most a vágom magam alatt a fát, mindegy is, amihez ugye kumplit raknám, a keményítő miatt. Szóval, mindig használtam a nagyok, mert el fog fogyni? Nem csak tudom. Elég kemény, így egy hét cseh konyha után főzős sót nézni, bevallom őszintén. Na, nem ilyen. Mi? Cseh konyha. Szóval kell 125 ml ketchup. Össze kell forralni? Na, csak össze kell keverni. Össze is forralhatod, de fölösleges. Ugyanannyi Worcestershire sauce. Allergiásak vagytok a halra, akkor ilyet ne egyetek. Ó, töltött paprika. Már ugye ez a Worcester szósz, ez... Fermentált hal. Izéből van. Mi az már? Anchovies. Anchovies van benne rengeteg. A cseh konyha uncsi. De hogy úgy cseh konyha?
Megvan olyan kis érdekessége. Miért is ismered a csekonyhát? Persze nem. De attól függetlenül nem úgy, mert nincs kicsi. Azért tudod, mert elérhető a mindennapok a számodra. Amúgy nem, szerintem. Általában oyster-szószt szoktak használni, de ugye Roli nem nagyon eheti az olyasmit, úgyhogy én most szójaszószt fogok használni. A lényeg az, hogy valami nagyon sós kell. Abból jött két táskanányi, meg két táskanányi cukker, és kész. Kevergesed kérlek szépen. Köszönöm szépen. Miből nem lesz elég 6 darab? Ja, kefíres lángos, az is jó. Kefír, oda imádom a kefírt. Jó, hogy vágyam töltött káposztát, azért már nagyon rég nem adtam töltött káposztát, ugye, ha olyasmit teszek, akkor káposztát, elnézést, paprikát, ugye azt írtad. Tehát a paprikát. Igen, paprikát. Káposztát nem olyan rég értünk. A káposztát az valaki más ért az előbb azért, igen. Mondtam káposztára. Töltött paprikát, mert ugye a paprikától most már, ugye, hogy öregszek, egyre kevésbé bírja a gyomrom, sajnos. Mindig fel vagyok tőle. Tudod, amikor paprikát eszek, utána mindig jön a paprika büfi. Nem tudom, hogy kinél szokott ilyen lenni. Még ég a gyomban tőle, meg minden. Úgyhogy lehetőleg mindig kevesebbet eszek. Van is jó sátok. Most nekem audio szünet. El kell menni boltba kefírért. Ennyi. Régettem már jó kefírt. Itt is vannak, főleg a Lidl-ben itt ugye van, hál' Istennek, ugye kefíres részleg. Amúgy itt annyira nem sűrűn láttam. Nem is kerestem mondjuk kefírt. De otthon szerettem a kefírt mindig. Nem ittem belőle sokat, de szerettem. Ó, kész van, már nagyon jól néz ki, ez ilyen jó állaga van ennek a szósznak. Nem tudom, mennyire látszik. Ember szokták bevonni, ugye kész lesz a rántott kacu, és az lehet, hogy tetejére így. Isteni fincsi. Megkövön a pályát is, mert úgy néz ki, hogy nehogy leragadjon nagyon. Még szerintem nincs a leragadós fázisban. Még nincsen. Úgyhogy félig van megfőve a rizső. Na, gyorsan elkészítem a zöldségeket a stir fryhoz. Megvagy? Aha. Na, íme srácok a tonkacú szósz. Nagyon kis nyami. Most félre rakjuk. A pakcsolt, azt csak meg fogom majd párolni. Ennyi. Szóval azt mondod, hogy meg kell próbálni új paprikát venni. Jaj, nálunk is inkább ez a főízű csípős paprika van. Uh-huh. Ugye lehet kapni ilyen boltokba. Igen, hát ilyen török boltoknak hívjuk mi azokat. Ja. Ahol vannak ilyen zöldség lerakat van előtte, ott van ilyen hegyes erős paprika, zöld. De ez is inkább az a fűízű, vizes tudsz. Ja, nem igazán jó minőségű. Úgyhogy. Ugye egy darabig ott vásároltunk, amikor elmentünk mindig Magyarból, vettünk valami szalonna félét vagy sonkát, és akkor vettünk hozzá ilyen paprikát. Jobb, de semmi igazából, de nem olyan finom, mint az otthoni. Ja. De viszont nagyon régen nem ettünk ilyesmit reggelire, szerintem. Nem olyan eszünk kenyeret, úgyhogy. Ah, nem sokára el kell menni a magyar boltba, akkor megint elvásároljuk magunkat minden füstölt lófasszal is. Yep. Aztán majd akkor. Éppen kollégákkal beszélgettük melóhelyen. Mikor egy hete kb. Másfél hete. Amikor valami megjegyezte, hogy vittem, szoktam venni ilyen dressinget a salátához, amit... Salátaöntetet. Aztán ugye ezt úgy szokta, hogy összerakja egy kis üvegbe, belőlünk mindent, aztán csak összerázom, aztán ugye összeáll a salátaöntet. Az úgy nézett ki, mint a zsír, azt valamelyik megkérdezte, hogy mit hoztál be zsírt, mondok, persze, bazd meg. Hoztam a salátámhoz egy üveg zsírt. Zsírt, hülye gyerek. Hát, hogy mi a baj? Az akkor ugye erről a beszélgetésről leszünk be, hogy milyen jó lenne valószínűleg jó kis zsírt, szalonnát, Miskával neki járni kajálni. Oh. A szerkenyérre. Kinek csinálni megint ezért sózott szalonnát? Amúgy csináltam sózott szalonnát. Á, jó is volt, nagyon. Kell vennem majd hasonló szalonnát. Nem is fosztunk utána, úgyhogy tök jó volt. Kösz.
lesz a kis paéja. Azt mondod? Apukától zákány székről? Paprika íze van és a szeretett a csíp, akkor meg főleg vigyél, azt mondod? Hát. Ragadni is. Úgy jó, amikor már lelegelt egyik fele. Kérhet elfogyasztod öt borsot? Hogy a viharban? Légy szíves, jelent egy nagy csipetnyi friss petrezselyem zöld. Természetesen. Vagy az ennek egy két. Igen, mert vett egy extra. Múltkor. Elindítszok a hullákat, mindenkitől elnézést kérek. Ilyen nagyon kis zsenge zöld borsú, úgyhogy nem kell sokáig főzni. Úgyhogy most, hogy már majdnem teljesen meg van főve a rizs, most keverem bele. Köszönöm szépen! Igazán is viszi. Na, a legközelebb, amikor itt leszek, most csinálhatnánk egy jó kis vadast majd. A van őszhús az éve. Épp azt néztem most. Ugye azt megettem. Hétre előre be kell pácolni meg minden, úgyhogy azt majd előre kell tervezni, hogy mikor csináljuk. Na, és ez most itt békén hagyom. Lefedem. És hagyom lesülni. Leégetjük. Az a lényege, hogy egy kicsit oda kell. Mi kell nekem? Deprived Life! Szia, üdvít nálunk! Ali! Nagyon szépen köszönjük a csatlakozást, üdvít a kis csapat a néked. Reméljük jól fogod magad érezni köztünk. Csiga, fordulj el! Gomba! Bocsánat. Ja, szevasz Robi, most kell tépjük ebéd utáni alvásból. Jó reggelt! Legjobb. Szia, hogy Deprived Life, azaz, üdít nálunk, érez jól magad, mi nagyon jól fogunk érezni téged. Oh my god. Menekülj, most menekülj, csak szólok, most menekülj. Ennyi, azt mondod, Csiga, ne! Unsub, unfollow, unundorító. Az undorító. Oly, Csiga! Én nagyon szeretem. És ez ilyen stir-fry-brálás nagyon jó. Lejle, te is fordulj el. Esküszöm, szeretlek benneteket, ne haragudjatok. Úgy üzzelem, meg gombaszkör. Sajnos mindennapi része a háztartásunknak. Nem mutogatjuk mindig, de azért néha igen. Hogy ez a mennyi idő tart nekem beérni melóba? Ugye készen a paéja, úgyhogy tudsz majd ezt vinni, hogy gondolod? Teljesen jó lesz. Ugye most ilyen stir-fry-os tészta köretet csinálok a tonkatsu mellé, ahhoz darabolom az zöldségeket, és a stir-fry az nagyon-nagyon gyorsan készen van. Úgyhogy érdemes előre mindent földarabolni. Jó étvágyat, Lejla! Jó étvágyat! Jó teszel! Mondjátok, nyakom még majonézzel is, csak hogy teljesen... Nem. Ne haragudj, Lejla!
Ami gomba ezzelerkedés folyik. Ennyi, Ibi felajánlotta, ha kérdek a bant, szóljatok, ő szívesen ad. Nem rakok bele sok paprikát, csak a színe miatt egy kicsit. Ah, mert lehet, hogy kicsi időben majd beérni, úgyhogy már legyen jó időbe. Jó, van, nem sokára mondom, kész a paella, úgyhogy tudsz majd vinni. Kis nagyon-nagyon zsenge. Borsó. Inkább üssétek a mozgóban a révben, ahhoz kell a kúcsi még, ahhoz kell a kúcsi. Ó, de ne üssétek még le, én ma még nem jutottam el a bosszig. Várjatok meg vele, please! Azt mondod ezt így? Igen. Kell neki a busztút? 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 Busztút. A busztút, a busztút mi? A busztút, persze. Persze. Az egy... Roli. A busztút, azt mondja. És hallani fogom a gomba hangját. Azt mondod, Csiga, hallani fogod a gomba hangját? Bocsiga! Már bajok vannak. Már bajok vannak. Bocsiga! Mit mond a gomba? Gomb, gomb. Gomb, gomb. De Lejla szereti a gombát. Egy csak szereted Lejla. Na. Ennyi. A darabolás. Ez nem kell már. Köszönöm. Már rakom is. Köszönöm. Nem, már semmi nem kell? Elmenetileg nem. Aztán lehet, hogy ő meggondolom magam. Akkor sikét hagyom egyiket, jó? Igen, ezeket azért szoktam egy ilyenkor elpakolni. Új hagyma, csak is kizárólag Zolibának. Úgy. Állap új hagyma alatt. Igen. Én meg Rolit szeretem, úgyhogy azért van hagyma. Mi ezt a desszert? Van, amíg tele vagyunk végig, hogy gyümölcsel, szerintem az lesz a desszert. Most nem csinálok ezt a desszertet. Igyunk. Magyar azt mondja, hogy igyunk. Igyál, Roli, bá. Maradj hidratált. Maradok. Give me víz. Hagyjuk sehova, mi nem lesz desszert, azt mondod? Igazából, ugye, a kicsiken kattozva már nem desszert. Hát figyelj, Roli, bá, ha leszel a fekete szedre, csinálok desszertet. Tegyem le a fekete szedre. Oda, ki kell ott menni. Hát más... Mondjuk... Jó, van, leszedem, hagyd fogjam. Kíváncsi, hogy mennyi lesz belőle. Mindjárt jövök, elmegyek szedre szebőbe. Körbenézek, hogy mi van itthon. Csinálok desszertet, Imi, bár csak itt, csak most, csak neked. Na, ennyi volt a darabolás, elméletileg. Ha minden igaz. Ugye hát a panírozás, csirkesütés. Ugye készülünk minden kajával, gyerekek. Csinálok desszertet is Inibának. Kár 50-es és 5 az... Úúúú, az szép, GG! Na. Ránézek a paellára. Ó, nagyon jó, ez ki. Aha, elkezdett szépen odasülni. Lehet, hogy majd még egy icipicit sózni kell.
Na. Mert nagyon vastagok a csirke szeretek, én most begyújtom a sütőt. És teszek oda olajat melegedni. Meg a pakcsónak is teszek oda vizet. És ezt meg fogom főzni egy picit. Hogy. És a csíj, ezért félrakom. A csíjkét gyorsan bepanírozzuk. Kell nekem egy ilyen. Kell nekem liszt. És kell a pankó. Irány a pókbarlang. Ezt a hülye pókot annyira idegesít, hogy nem sikerült még. Hozok tojást. Roli, szedj a paketesedre. Nem vágtam össze a káposztát. Fuck me. Van még darabolni való, gyerekek, én kérek elnézést. De azt mondom, amikor megcsinálom a stir-fryt, akkor össze tudom vágni. Ne felejtsem el. A káposzta! Ide rakom. Szóljatok rám! Eszti káposzta. Szóval, kell szóborsz. Az gyorsan meg lesz. Tojást én mindig fűszerezem. Aha, pakcsolj! Imádom, nagyon-nagyon finom. Lehet. Jobban járok egy másik tányéra, mert nagyon-nagyon becsinálszatok. Csinálom a csetrest. Na, olaj. Második kaja meg. 4 csillag, 3 asszent. Szép az ki. Gyere már, formulja nekem is, légy szíves. Imi, bá. A pakcsoly az igen a kell káposztával rokon, a kicsit gyengébb íze van, a picit édes késebb, mint a kell káposzta egyébként, de nagyon finom. Arra kell figyelni, hogy ne főzzétek túl, mert a levele az pillanatok alatt megpuhul, tényleg csak ezt a vastagabb, húsosabb részét én ezt szoktam, hogy belállítom forró vízbe, és addig, ameddig félig megpuhul, addig szoktam párolni. Kiveszem, ugye még forró, attól még puhul, és éppen amivel kedvem van ízesíteni, azzal ízesítem. Most szerintem szezámolajos verziót fogok készíteni. Panírozáshoz kell liszt. És a pankó. Csak kerekített még 2-4 jobban, az durva csapat lenne. 3 káját, úristen. Igen, a arénában ugye a speeddel tudsz győzni. Tehát lehet, hogy gyengébb vagy, mint a másik csapat, de hogyha van elég speeded, le tudod verni őket. Úgyhogy én most főként a speedes cuccokra hajtom, de nem nagyon van szerencsém. Tehát nem egyébként, hogy vége volt a live-nak, nyitottam
dropolt két legacus, meg azt hiszem 5 epic. Csak normál farmból. Az így volt meg. Tímertolom aranába, ha vissza tudnak ütni, vesztettem. Ennyi! Ah, visszaestem egyébként bronz 4-be, mert ugye a defense csapatom az elég gyenge. Úgyhogy eléggé szomi voltam most reggel, de hát ez van. Mert igyekszem magam vissza feltolulózni. Na, Funko. Száz a speed. Én megint nem jutottam, ja megnyitottam egy legahős, tehát itt. Szóval, van egy itthon fehér csoki. Kacolsz fehér csoki? Azt csináltunk. Fekete szederhez, te lökött. Na tessék, meg kell őket, meg kell most esik, hogy barátom. Be is állhatom a kicsit. Köszönöm szépen. Megjött a szeder! Szedtem szeder. Kitaláltam. Kitaláltam, mi lesz a beszélt, kérlek szépen. Azt mondod? És jól lesz a beszélt? Jól lesz a beszélt. Igen, kérdés, mindig jól lesz a beszélt. Amint megsült a csirke, akkor meg fogunk tudni csinálni. Vagy megfőtt a kapcsol, mert négyet egyszerűen nem tudok, ja, de most csak háromba kapcsolva. Jaj! Ne foglalkozzatok velem! Igen, ezt így magába beszél, csak kialacik. Igen. Bozzátok kívánok! Nem kell, please legyen itthon, please legyen itthon. Ez az. Kókusztáj. Kinyitod így szíves újba? Persze. Nagyon mentem Doom Tower-ben. Alig várom, hogy menjek Doom Tower-be. Igen, Shadow, tehát neked nagyon át kell nézni a taktikokat, mert te csak a izére, a számra mész. Holott nagyon-nagyon fontos, hogy milyen skilleket boostolsz, meg milyen ruhák vannak rajtad, meg ilyenek. Tehát ez nagyon-nagyon sok tudat számít. Egy szép tányérnyit. Csak ugye a mi kertünkben lévő összes fekete szövet kiírtottam mindent. Igen. Ez az, ami a szomszédtól nőtt át hozzá. És ezt is ki akarta írtani. Ja, ugye nő még be mindig, csak mindig visszavágom, majd itt nálunk is csinálok egy szép részt, amit majd gondozni fogok, mert ha túl nő, akkor végem van. Úgyhogy nem szeretem, ha túl bonyázó kertet. Jó, de a fekete szedel úgy gyümölcs, igen van. Hát ugye annyit, ott van ezt, ugye majd mindjárt nyitottja. Ugye a fekete tányérban van, de nem tudom, mennyire látjátok. A fekete tányérban a fekete szedel. A fekete tányérban a fekete szedel. Most nekem hirtelen a fele elég is lesz. És még szerintem lesz rajta egy ilyen. Hát még jó sok. Még jó sok lesz ilyen. Mert nem szeretem fekete szerellek már. Szerintem nem már gondolom bármikor. Nem. Szerel elég és ide kacu? Kincsi lesz. De legalább tudom, hogy elég meleg a olaj. Tudok valami segíteni? Meg vagyok, köszönöm szépen, a kamerózni kell, sütni kell. Akkor paníroztok, legyen egy száraz kezedet, meg egy vízes kezedet.
Azt mondod, ne. Nálunk úgy mondták, hogy átszaporodott a szomszédból az eper. Hát nem tudom, hogy melyik kertben volt elsőnek, mert itt elég sok ugye, helyen van ez ilyen. Szerintem Kolostár egy környéken. Fekete szemben az Angliában rengeteg van, gyakorlatilag mindenhol van, még az utcán is rengeteg van belőle. Rengeteg, rengeteg van belőle. Ugye mi ház előzőn azt kizettem, mert ugye itt van pont az út mellett, ugye nem akarok izé. És hívják milyen füstnek, hívják azt a füsteset. Smog, a kipufogó füsteset. Azaz. Kifogó gáz, gőz. Gőz, gáz, gáz, gőz? Az gáz. Gáz, gőz, gáz, gáz. Mert bekapcsoltad a sütőt, ugye? Be, előre. Be. Tük a tászát. Szinte rakom. Hú, de jól néz ki, basszus. Azt a mennyi kapcsolat szedben. Nem lesz elég a pankó. Az összes csirkéhez. Á, négy van annyi. Negyedét, van több minden negyedét elhasználtam egyhez. Van a kisebbek is, úgyhogy hát majd meglátok, nem beszélek, akkor leveszem a simát is, az az utolsó simába, azt ennyi. Viszont hozzá. Valószínűleg az lesz, mert meglátjuk. Ha van még sima, nem? Kell lennie valahol. Bocsánat, itt van az ajtó. Na, a fekete szederben most főzök egy gyors, ilyen sűrű pempőt. Nem használtuk ezt. Dobozban van, fent a sarokban, jobb kéz, legfőső polc, jobb sarok, bent a tészta mögött. Mm. Összekevertem a kezeket. Köszönöm. Megfelelőd a csirkét, szívem. Szívem. Persze. Hogy áll az a csülökpölköt? Ki csinál csülökpölköt? Nem mi. Hát igen. El kell menni a húsoshoz, kell szerezni ezért a csülköt, és akkor ezt csülökpörkölt. Jó néz ki ez a kapcsú. És jó, milyen ahogy is hívják lesz majd a végére. Ropogós, meg szaftos belülről, tényleg. Én nagyon szeretem a száraz rántott húst is, a sertésből, a csirkéből, én azt is nagyon szeretem, de az a jó szaftos be csirke, az pincsi nagyon. Aztán ilyenkor sajnálom, hogy ezt égnek csak fogyatékos galambjaik vannak. Csirának hívják azokat a galambokat szerintem. Amúgy lehet, nem amúgy, de a galambok itt borzasztóan szerintem. Ugye valami, amit a pósta galambra gondol. Igen, tudom. Még eszembe jutott, hogy ami nagyon meglepődtünk itt kint, hogy minden maskának nagyobb feje van, mint ott van Magyarországban. Valami, nem tudom miért. Meg a galambok is nagyobb vagy, de ilyen testesen meg a galambok itt kint. Na, van egy ilyen jó kis sűrű, fekete szedel kultmód. Ezt fölöntöm egy konzervnyi, zacskóval. Kókusztejjel. Mit járt be vele? Chia valami vagy? Chia. Jó, az a volna. Megvan ezt itt? Szerintem be is lakom a sütőben, hogy szófogva. Ne, hát ki fog szállani, majd egyszer az összeset. Gyorsan megvan ez. Forró az olaj. Ah! Vízz vele! Igyekszem. Póstagalamnak átszázott sirá és megeszi, amit rábízunk. Mm. Ugye, az interjú azt mondta, hogy galamb. Mi meg elhittük. Ennyi. Vizet megsózom. Különben is Angliában élünk, itt nagyon, itt nincs fai megkülönböztetés. Nagyon le kell rá figyelni. Csia. Csia. Még mindig van másfél kiló. Az egy konzervi... Múlmán kókusztejhez 3 kanálnyi csia elegendő. El is zárom. Ennyi. Az ilyen korák itt a galambok, mert itt mindenki eteti őket, nálatok meg lövik. Van benne valami, kérlek szépen. Előfordulhat, kérlek. Van benne valami. Ugye már eleve forró minden, úgyhogy nem akarom sokáig főzni, csak addig, amíg éppen elkezd besűrűsödni.
és kész van a fekete szedés chia puding. Mi teszem bele majd egy kicsi vaníliát, cukrot, és készen van. Készítesz el pimibá, jó lesz? Tudod, olyan számomra parancs. Igazából emlékeztetted rá, saját magának csinálhat. Mert szereti ezt. Ezzel berakod nekem leghátra a nicolisába. Tanulózom kell a következő cíkét. Nekem vasabban el kell kezdenem öltözködni, Eszti. Tudom, készen van a paéja. Egy igaz istennő vagy. Igyekszem. Hozzá is belőle, persze, gyere elérte. Még vigyem is, hallod? Megyik. Na, én tényleg mentem. Igaz éve, mert most látszik, de megyek öltözködni, mert muszáj. Mindjárt szeret paéját, Olivá. Gyorsan meg kell sütni a csirkét. Acsony jutottam. Még úgy zsörd, hogy mi nem, van egy legalább fél órát. Oké, oké. Elég lesz szerintem a pankó. Pont elég lesz a pankó. Nagyon pankó a pankó. Jéj! Igen, Roli megint busman lesz, majd megint valamikor éjfél után végez. Ilyen éjszakai shiftjei vannak. Amint műszakjai, bocsánat, elnézést kérem mindenkitől, már félig angolul beszélek. Úgy fő forradtam. Nem baj. Nem árt a csillának egyébként, hogy a fő foroljátok, csak kifül belőle sok-sok finomság. Mármint, hogy vitaminok meg ilyesmi, úgyhogy általában nem szokták forralni, de én most ezt egy kicsit elvastíztam, mert kaptolok. Vanília. És vanília. És cukker, mert a fekete cukor az nagyon savanykás. Úgy az igazi. Egyébként. Most még érdekesen néz ki, de amikor besűrűsödik, nagyon fasza lesz. Szerintem pusásan megküzdik, nem áll! Szóval nem jó van, mondjátok még a bus vicceket. Nice! Úgy nincs, nem tudtam tálba. Mert a szavazás szerintetek megborotválkozik. Ez nagyon gonosz. De mehet a szavazás. Imi, tudsz szavazást indítani? Vagy azt csak én tudok? Tudsz szavazást indítani, Imi bár? Hát, hogy azt csak én tudok. Kövi. Megforítom a... pakcsolyokat, hogyha megtalálom, megtaláltam a nagy csipeszemet. Hogy né? Ezt is. Hogy né? Szerintem nem. Egy pillanatos jövök, srácok.
Na, srácok, elindult a szavazás, kíváncsi vagyok, hogy ki mit választ. Roli nagyon-nagyon nyakon fog beérni engem, ezért csak előre szólok, hogy tudjátok. Ja, csak még valószínűleg nem állítottuk be, beszéltünk már róla, csak tudjátok milyenek vagyunk, mindig mindent elfelejtünk. Úgyhogy be lesz majd állítva, azért kérdeztem, mert nem tudtam, hogy belette már lőve. De szerint még nem, úgyhogy majd igyekszem nem elfelejteni őt belőni. Szavazom mindenki! Tehát gyantam, oké. Okay. Majd megmondom neki. Oh shit, megégettem magam. Gyorsan bepanírozom az utolsó csíkét is. A csirke szelet kék. És a darab csirkékkel egy kicsit könnyebb állni. Egyébként, de megéri. Megéri, mert hogy nincs lesz. Az előző helyen, ahol dolgoztunk, az olasz étterem volt, mindig pankóval sütöttünk mindent, úgy beimádtam. Pont elég lett a kenyér morzsa. Nagyon fasza. Most kivesszük a csirkét, készen van a kapcsolj. Bántom Rolid, nem gyantázunk. Szia Muci, mizu. Köszönöm szépen, megvan a főzőcske. Most már csak erre kész van a tonkacu is. Most rakom bele az olajba az utolsó csirkét majd, utána belemegy egy picit a sütőbe, mert nagyon-nagyon vastagok. És már desszertet is megcsináltam, mint bár kérésére. A paella az készen van, most abból fogok majd Rolinak csomagolni is. Kajcsit, kész a pakcsúj, szépen lehűtök egy kicsit. Csak hogy ne főjön túl. Jövő. Meg kell egy... csöpögni szépen a víz belőle. Ahogy né. Csöpögni, drágám. Ja, szerintem az is tud érdekeset, ha rátapasztjuk, az biztos, hogy tud. Az biztos, hogy tud, Leila. Próbáld ki. Ne kérném a kezdet, te gonosz vagy, csiga.
Rulli kérte ezeket az óriási húsokat, kérlek szépen. Imádja a japánok rántott csirkét, ezek katsunak hívnak. Én csinálok hozzá szószt is, meg köretet. A tonkatsu szószok már készen van. Rulli kérte, hogy csináljak ilyesmit neki, úgyhogy neki készül ez. És már készen van a paella is, amit szintén ő kért. Úgyhogy ma ilyen Rulli kívánság műsornapot tartottam. Kell egy villa. Természetesen nem pocsékoljuk el se a tojás, se a lisztet, se a maradék zsemlemózsát. Szépen keverünk belőle egy gyors panírt, amit ki fogok sütni. Ugyanis a sült panír az nagyon fincsi, ezek nem kellenek. Majd már utána elpakolok. Elég lett neki a... Pont elég lett, nagyon kicsi maradt ki. Ja, megmondtam. Hogy áll a szavazás, srácok? Igazam volt. Ne. Ez ezt rossz, jól? Itt van a tonkatsu szósz. Hé, hey, milyen szavazás? Mi? Miről van szó? Már vége, le kell zárni a szavazást. Mire van szó? Nem. Azért nem jó, fele-fele lett. De nem borotválkozott meg Rolly, úgyhogy... Nem, ma nem érdemlik meg. Aki arra szavazott, az nyert, gyerekek. Nem érdemlik meg. Mit akartam csinálni? Hajját elratni. Így, meg elveszkez. Igen? Ezt így? Kívánom, hogy szoktam a motorát. Szóljál be! Egyszerre csinálok 6 dolgot! Na. Basz lesz rajta a munkával, úgyhogy nem van szarul. Nem van szarul, nem van szarul. Ott van kanál, most van el. Hát ugye, ez kell mondani, hogy itt jó pár gondolom. Megoldom. Nagyon szépen köszönöm, hogy csinálva nekem Fincsi Kajsi teszi. Van mit. Ami kell szolgálom káposztát! Eu! Utálom kész a csirke. Ha? Kivegyem gyorsan? Ah, megköszönöm. Ezt a... Tudom, azért akarok elpakolni, meg rendet tapni. Ezt megírom bele. Középre. Aha. Valaki állítson egy 5 perces időzítőt, légy szíves! Legyen 10. Elég az 5. Csak bele akartam szólni, ahogy nem tudom, hogy mennyi kell. Nem lesz gyanta, hanem borotválkoztam, nem lesz ilyen ilyesmi, remélem. Nem csinálunk ki egy gyereket, nem csinálunk. Nem egyeztél vele semmibe, remélem azt, hogy mindenki. Dehogyis. Nem azért, mert szokott. Miről beszélsz te? Átadlan bárányt vagyok. Kérlek majd. Egy perc. Ja, ezt belakok. És utána már adom is, csak ezt gyorsan. Most nyugodtan. Kisütöm, mert kell majd a serpenyő a stir fryhoz, úgyhogy ezt gyorsan akarom csinálni. Omád? Ahogy nincs? Omád! Mit hasznít szemüskös? Omád!
Kész a paella! Kérlek, nagyon konyharulj be! Tudom, ezt így tudom. Mi van a paella, srácok? Nyam, nyam. Kérlek szépen egy edénkét. Roli? Oda, köszönöm. Mindjárt olvasom a csetes srácok, mindjárt. Én köszönöm szépen a kajcsit, nagyon szexi néz ki ezt. Hát elég forró, úgyhogy remélem nem ez konszalítása. Nem hiszem. Becsomagolom majd azért. Rengeteg kóbász a csirkével. Na jó, néz ki. Ó, forró. Tessék. Yep. Jó, néz ki, nem lesz ti. Az íze meggondolom. Nem akarom végezni magam, de ez kurva jó. Késő. Késő lesz ti. Amíg hadd süljön, ezeket el kell mosni. Ugye megcsinálom a tésztát is, csak ott kell majd a serpenyő. Áú! Forró a víz! Nagyon szépen köszönök mindent is, Eszti. Nagyon szívesen. Puszán megindulom, hogy beérek időben. Sziasztok! Egy igazi élmény volt, srácok! Legyetek jól, hogy szabadiszták! The Power 008. A 007 foglalt volt, mi? Üdvözöllek itt köztünk! Érezd jól magad! Üdvít nálunk, The Power! Köszönjük szépen a csatlakozást, jó szórakozást! Ne, nem beszéltünk meg, hogy gyanta lesz. Te emlegetted a gyantát, de nem gyantázom Rolit. Múltkor is majdnem belehalt, pedig csak a lábakon. Most gondolj bele, hogy az arcát gyantázom, mi lesz belőle? Ott fog belepusztulni szegény Kim. Na. Oké. Mindjárt kész vagyok. Olyan éhes vagyok más srácok, mint az állat. Teo, van meg Bubble Team. Szóval... elfelejtettem a fehér csokit. De még elpakolom a zöldségeket. Legyen itt helyem, mert ki kell vennem a sütőből a csirkét. Felteszünk vissza. Itt van a desszert is, ami éppen hűl. Na! Tiszta! Négy-öt percig kell főzni a tésztát. Legyen a víz. Egy 5 órás raid live. Valószínűleg fogok raidelni, de még meg kell csinálnom a mai kóstolót is. Meg vannak egyéb dolgaim, úgyhogy nem hiszem, hogy lesz live. De holnap lesz live, gyerekek. Köszönöm szépen, Tomlak! Más nézek a csípkére, hogy mert... ezt is elrakom.
raktál kincsen? Igen, raktam. Ebbe eszköz? Igen, raktam ott is. Oké. Prime, tessék magyarul írni. Kell egy két perc? Hű, meleg van. Jól vagy? De csak már fölötted a csizmád, mi? Vagy a bakancsod. Na, én most ilyen pattáj tésztát fogok készíteni. Ami igazából az ázsiaiak széles metélt verziója, igazából rizs tészta, csak széles tészta. És nagyon finom. Hiszem annak a... Kis sült panírok. És nekem szükségem van arra a nagy serpenyőre. Most egy elég veszélyes manőver következik. Kiöntöm a serpenyőből az olajat és elmosom. Nem az olajat, hanem a serpenyőt. Mielőtt valaki beszól. Hú, ez forró. Hú, jó vagy? Aha, csak kell a serpenyő. Figyelj magadra. Csak óvatosan. Meg lesz, meg lesz. Sziasztok, Bécse! Bye bye! Szia, Rolibá! Köszönjük óvatosan vezetni! Meg lesz! A gőz és a szemüveg nem túl jó, barátok. Nem látok ki. Tadán! Nice. A stir-frynek az a lényege, hogy brutál forró serpenyőben, hogyha lehetséges, akkor wokban készítsétek el, ugyanis egy pillanatok alatt Tia! Itt pillanatok alatt meg tud párolódni minden zöldség, és még ropogós marad. És emberesen nagyon gyorsan készen van. Tészta. Kutyogtatok mindent mindenfelé. Szia, Manó! Mi újság? Hogy vagy, anya? Nekem kerek áll. Kapcsoljnak. Tegyen, tálára előveszek egy ilyen kicsit.
kapcsolt félbe vágom. Még egyszer félbe. Ha nem főztük túl, akkor nem fog szétesni, szépen egyben marad. Újság, Manó, drága, hogy mint? Ó, ma amerikai palacsintát majszolsz, én is kérek! Oké, ott fejön a tészta. És a pakcsolyt nagyon egyszerűen fogom ízesíteni. Kell egy nagyon pici só. Tezám a laj, amit egyébként majd a stir-fry-hoz is fogok használni. Ó, oh, a csirke! Fuck me! Oké, csiga! Megsérdezhetem a mennyédet! Katsu csirke! Óriási szeretek! Serpenyőm kezd melegedni, kell a fokhagyma olajam, ami itt is van. Ami ugye saját készítésű, ropogós fokhagyma olaj, kell belőle jó sok. Ugye stir fry-t lehet szószosra csinálni, és lehet olajosra csinálni, én most az olajos verziót csinálom, ugyanis a kacuhoz csináltam saját szószt, ami ugye a tonkacu szósz. Mai napi programként vérengzős darabolós sorozat nézés közben színes kis táskát horgolok magamnak. Ez elé, ez enyhén elmebeteg Manó, de jó kis programnak tűnik. Szétesik a tészta. Per. Az olajnak jó forrónak kell lennie. Nekem kell még szezámmag. Kész a papcsot. Szuper forró serpenyő, mindjárt halljátok, hogy mennyire forró. Már is sisére rajta a zöldség, amit akarunk is. Hol a másik csipetsz? Itt. Illetve elpróbálok utána mosni a holland nemzeti ételeknek. Úgy megégettem magam felfröccsenő olajat, nem már anya? Jobbulász neked, gyógyulást, meg mindent. Basszus. Hát tessék vigyázni magadra, te nő. Na. Ez hat pirója. Gyorsan készen lesz egyébként. Jó fokhagyma illat van, már most. Mivel nem akarok szószt használni a zöldségekhez, itt sózom, borsozom. Normál esetben a stir-fry zöldségeket nem szokták fűszerezni, mert a
szósz az, ami beszerezi a zöldséget. De én most nem rakok rá szójaszósz meg ilyesmit. Mindjárt zabálok! Az emberek itt azért csipesze, egy kicsit egyszerűbb. Hú, vége a kapkodásnak, gyerekek! Igyekeztem ugye mindent egy időben elkészíteni, mert úgy az igaz, hogyha még forró. Oh yeah, baby! Hát szerintem elég lesz az a zöld. Csináljátok mi... Szeretnél még káposztát is? Ennyi, annyi... Ne, nem kell a káposzta. Elég lesz a kínai kell. Vagy ezért a fodros kell, beszélek hülyeséget, gyerekek, beszélek hülyeséget. Ne figyeljetek rám. Ja, most kiszedem a szárat, mert csak a levele kell. És gyorsan meg fogom futtatni, ugyanúgy, mint a többi zöldséget. Hogy fújci a bundás kenyér, az nagyon finom. Miért fújci a bundás kenyér? Az egyik legjobb dolog a világon. Jó sok gulyáskrémmel, fokhagymával, isteni kaja. Miért a borsó meg a paprika, csak hogy legyen egy kis színe. Belerakom most a kelt is. Na, itt van még egyszer. Csak hogy legyen benne még egy kis zöld. Mindjárt leszűröm a tésztát. Elég lesz ez. Nézd el, milyen szép színes. Nagyon jól lesz ki. És brutál jó fokhagymás illata van. Ami egyébként nem igazán jellemző a japánokra. Használnak fokhagymát, de nem ilyen sokat, mint én. Úgyhogy... Ez egy picit jobban fokhagymás, mint egyébként a japánok ennék, de van ez így. És ugye magát a stir fry-t azt nem fogom nagyon ízesíteni, mert ezzel a szósszal lesz majd minden meglocsolva, és ez nagyon-nagyon eléggé sós, nagyon ízes, enyhén édes, enyhén fanyar, nagyon kis finit szószocska. Kész a kaja! És kivételesen nincs itt most fenótom, azt is lehetne belerakni, de elég lesz ez. Raknám a tésztát, teszek bele rengeteg szezámmagot. Egy picit meg fog pirulni, szerintem ilyen tudom, egy nagyon pici fokhagymaolaj. Kecsinál a fokhagymaolaj a gyerekek. Helyes irányos, hogy begörsöd az összes látóidegen. Ne csaló... Oh, ouch! Na manó, az fájdalmas. Fanklub rendes tagja. A szószban miket is rak el?
arról pont lemaradtam. Egyrészt ketchup, egyrészt Worcestershire szósz, az egyrészt az ilyen 125 ml, tehát 125 ml ketchup, 125 ml Worcestershire szósz, két teáskanálnyi szójaszósz, de használhatsz helyette oyster szószt, aminek ugye egy kicsit más az íze, csak ugye azt Roli nem eheti, de szójaszószal is tökéletes, meg egy teáskanálnyi cukor. Összekevered és kész. Fűszereket? Lol. Igen, tegnap volt ünnepnap, gyerekek, nem ma. Ma van, ugye augusztus 21, igen, gyorsan megnéztem, hogy tényleg az van-e. Ma van 16 év, hogy összeköltöztünk Rolival. 16 év, gyerekek. Tészta? Most a főzés legvégén jöhet rá két tonna pirított szezám olaj. Ó, de jó lesz a vak. Így elég standard fehér tészt a zöldséggel. Na, majd mindjárt összerakom a tányéromat, és meglátjátok, hogy mennyire baba. Hú! Kész a kaja! Végre ez a baba! Csirke. Oh, gyönyörű. Nagy tányér. Hát ez egy kicsit nagy adag kaja lesz. Jókor a csirke már neked sikerült vennem.
Ahogy né. Ne feledkezzünk meg a gyönyörűséges papcsúról sem. Nagyon jól néz ki. Jó. A 45 éves házasság év, úristen, hát reméljük nekünk is lesz olyan, most megkapcsoltam ki, azért van itt ilyen meleg. Hát reméljük mi is megérjük Rolival. Még azt is. A szósz, amitől igazán fincsi minden. Tadám! Tonkacú csirke már, gyerekek. És ezt izabál végre. Hú! És lehet minden is! Együk. Jó étvágyat mindenkinek! Csinálni, hogy békön pirítás, mikor megsülök a zsírjában, kis tök ropogósra. De az nem bundás kenyér. Az tükörtojásos kenyér. Az nem bundás kenyér. Jól hangzik! Jól hangzik, Prime, de az nem bundás kenyér. A bundás kenyér pont az a lényege, hogy be kell, hogy szívja a tojást. Az a bundás kenyér. Köszönöm szépen, Mika! Hát megvan. Azt kell, hogy mondjam, hogy megvan. Ez nagyon jó ötlet volt Rolytól. Korsz, jön kemi cica rögtön kunyizni. Nehéz a tányér. Nehéz a tányér, srácok, alig bírom tartani. Nagyon finom lett. Isteni finom pakcsoly. Jó kis szezámosan. Nagyon nagyra hagytam őket, nehéz megfogni. Köszönöm szépen! Ezt is odavárom, oké srácok, mennek a galambok. Mennek a galambok, nem ígérek semmit rendületlenül. Pöncsi! Nagyon jó ez a szósz. Egyébként azon gondolkoztam tegnap éjszaka, ugye live közben, hogy csinálok ilyen katsu sushit. Csak hogy egy kicsit későn sikerült fölkelnünk, aztán nincs itthon sushi rizsem. Ugye végül is nem lett sushi, de talán majd legközelebb. Úgy, ahogy Leila írja, az a bundás kenyér. Ez ilyen tojásos kenyér, de nem bundás kenyér, mert nincs rajta bunda. De nagyon jól hangzik, egyébként. Nehéz a
annyit, annyit, ez legalább van egy kiló, gyerekek. Legalább van egy kiló, basszus. Meg maga a tányér, nem nehéz. Másfél kiló! Jó, mondjuk legyen a tányér 200 gram. Baszki, ez rengeteg kaja. Hát nem valószínű, hogy ezt mindent meg fogom tudni enni. Előre is elnézést kérek miatta. De majd a maradékot megeszem később. Őt vár egyébként mindenkinek a kisei ebédhez, korai vacsához. A 20 éves lányt, akinek meg kellett adni a budás kenyér receptjét. Szegénykém! Nem ötelhet róla, hogy anyu nem tanította meg főzni. Szegény csaj, az mennyire formál. Nagyon jó a szósz. Így van. Így van, Leila. Ott nem a lánya hibás, komolyan. Lehet, hogy anyukája se tud főzni, aztán azért nem tanította meg, de akkor meg a nagymamája a hibás, tehát így. Értitek? Nálunk anyu még arra is nagyon odafigyelt, hogy a fiúkat megtanítsa főzni. De csak engem. Szerintem ez fontos. Mondom, nem a lánya hibás. De legalább próbálkozik, tehát le a kalappal. Gonosz vagy, Antik. Jól hangzik, Prime. A kaja. Nincsen vele semmi gond, csak ez már nem bundás kenyér. Jó bundás kenyér tovább gondolása, töltött bundás kenyér. Na, az egy tök jó dolog. Eszembe nem jutott volna. Azt hiszem, imitől hallottam róla először. Baker. Nagyon baba. Jó ötlet. Na, az egy tovább gondolás. Ugye megmarad a kajának az eredeti formája, csak egy picit tovább gondolva. Itt ugye a tojás külön van. Jó hangzik, mert minden, csak ugye ez már nem bundás kenyér, mert nincs bevonva a kenyér. Olyan kaja, koma lesz ebből, úristen. Ja, Jimmy, megvan, köszönöm szépen. Készen van a tunkacú csirke is. Nagyon fasza lett. Paját szerintem majd vacsira fogok enni. Nem ettem még meg ki reggelit, úgyhogy nem tudom, hogy az milyen. Hogy őszinte legyek. Oh, nehéz a tányér. Nem bőm tartani a tányéromat. Túl sok rajta a kaja. Ja, és persze van desszert is. Mert még egy kicsit hűlnie kell, valamint így melegen is nagyon finom. És még egy picit sűrűsödnie kell.
a fekete cedres chia puding. Szerintem most már be is rakok a hűtőbe. A vacsira jó lesz. Bár kérésére lett desszert is. Sűrűsödjél, drágám! Na, de hát készen van a kaja, srácok, úgyhogy szerintem megyünk és megvédelünk valakit. Még zapantok egy kicsit, aztán pihi, és megcsinálom ugye a szombati kóstolós videót. Ugye minden héten szombaton kerül ki egy kóstolós videó a YouTube-unkra. Úgyhogy ha kíváncsi vagytok rá, fekjátok el YouTube. Nyugalom. Fekjátok el YouTube, megkapjátok a linket, vagy pedig YouTube-on csak írjátok be, hogy Eszté és Roli. Vagy gyertek fel a Facebookunkra, a Discordunkra, ott mindig kiposztolom, amikor kikerül az új videó. És holnap este velem találkozhatok megint egy streambe. Hogy mit fogok streamálni, azt még mindig nem tudom, úgyhogy meglepi lesz nektek is, meg nekem is. Aloe verát ittál? Soha nem ittam még aloe verát. Ne, Shadow, a te ezért nem akar működni. Ennyi! Hogyha esetleg nem tudjátok, hogy mit főzzetek, van egy Mi legyen a kaja sorozatom is ugyanúgy a YouTube-on. Majdnem 140 receptem van már fönt. Úgyhogy lehet válogatni nyugodtan, nézzetek körül, srácok. Megyünk, megrédelünk valakit. Köszönöm szépen a nagy farkas, megvan. Csak áll egy kicsit nehéz enni, mert nehéz. Na nézzük meg, hogy kit rédeljük meg. Megrédeljük Valkürt, éppen Bobol. Bekukkantunk majd hozzá, majd nézzük, hogy mit csinál. Működött a rendes YouTube, ott van fönt a link, srácok, ennyi. A YT olyan nincsen, vagy kirod rendesen, hogy YouTube, vagy mint ahogy a kötebbje szokta a YouTube. Mind a kettő működik. Savanyú borka. Érdekes, egészséget hoz, gyűjt hagyat, vagy ezzel nem is tudom, mit kérek hozzá. Ó, egészségedre. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, srácok. Kezd beütni a kajapóval, nem tudok beszélni. De még fogok enni. Holnap este 6 órától velem találkozhatok majd. További kellemes szombat délután mindenkinek. Tényleg köszönöm, hogy itt voltatok velem. Valakinek mondjátok, hogy kiküldött benneteket. Csedd alap csak mindig. Puszi mindenkinek. Szeretés van. Sziasztok!